uraim! Elindul a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Hat óra múlt 11 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók, ja. Feri Jani! Hello! Sziasztok, drága hallgatók, és sziasztok ti is itt! Sziasztok, ti is itt idegenek. Igen, hello mindenkinek, itt sziasztok, vagyunk. Jó reggelt! A hét utolsó, így van, pont ezt akartam mondani. A hét utolsó kedjén. A hét utolsó kedjén, a hét utolsó, igen, május 19-én, 8-án, és a hét utolsó meleg napján, ahogy hallom. De volt kettő, úgyhogy nézzük a jó oldalát. Gyerekek, nem, ez a nyár, ez megint kezd olyan izgalmassá válni, hogy egy-két nap jó idő, aztán rossz idő, viszont nézzük a jó oldalát, nem kell locsolni. Nem kell locsolni, úgyhogy a csatornán bekaphatja. Igen, mert hogy rohadt drágán számolják föl a locsolt vizet is. Úgyhogy nem kell locsolni, ez nagyon jó. Mi, akinek nincs kertünk. Nézzétek is a jó oldalát, hogy örüljetek, hogy én nem locsolok. Más örömének örüljetek. Ja, nagyon, nagyon hibátlan. Baromira, a kertes házban baromira kell figyelni az időjárás, mert nagyon sokat tud spórolni, védeni a környezetet, a vizet, a mindent, mert nézed, hogy hány nap múlva esik majd az eső, és azt mondod, hogy addig nem. Aha. Addig kibírja. Tehát te, mint aki a kör, tehát nem azt nézed, hogy mennyit fogsz fizetni. Nem szeretek úgy locsolni, ha. Tehát úgy nem szeretek locsolni, ha közben tudom, hogy mi holnap szakad az eső. Ez amikor lemosod a kocsidat, és másnap esik az eső. Locsolni is utálok. Nem praktikus. Nem praktikus. Tehát egyszer rossz érzés, hogy ellocsoltál mit egy köbméter fölösleges vizet, úgy, hogy ezt a három napig szakad az eső. Én már a három nap múlva esőt várom, mert már olyan kornyadoznak. Tartsatok ki. Mindjárt kis virágaim. És az a baj, hogy nem is kell három napot várnod, mert Ákos szerint már délután jön. Én remélem, hogy neki nem lesz igaza. Viszont szerda, csütörtök, péntek, szombatra mond végig zivatar, igen, hogy rohadjon meg. Igen, gyerekek. És a vasárnap hétfő? Vagy az, az már a tűnhető, hogy csak zápor mond. Aha. Zápor, de talán nem lesz annyira rossz, minden esetre nem lesz kánikula, de ma még igen. Ma még igen, és az idő, amire ébredtünk, az gyönyörű szép, gyerekek. Az 4.35. Az 4.35. 4.35-kor szól az órán? Aha. 4.30-kor. Friss, fiatal, érted, lendületes. Nekem 4.50-kor szólal, meg aztán 5-kor, 5.15-kor, 5.20-kor, 5.25-korra van beállítva, és közben a szundi számolja 7 perceket, tehát valamikor összetorlódik. Nem, nekem annyira ki van számolva reggel minden egymás után, hogy nem egyszerűen nem kelhetek fel később. Ma elmondom neked, hogy 51-kor ültem be az autóba. Igen, 51-kor. Kis megcsúsz. 5 óra 51-kor ültem az autóban. Én szerintem 40-kor voltam itt. 5 óra 40-kor itt voltál? Nem tudsz aludni? Változókor, így már hőhullámok, stb. Már éjszaka rátörnek, már inkább fölkelsz. Előbb jövök a biztonság kedvé. Bóklászok egy kicsit az üres utcákon. Összeszeded az üres üvegeket. Ilyen ábrándos tekintettel, kifejezéstelen arccal. Letakarítja neked a pultot. Ma bringával jött a Jani. Komolyan? Aha. Hát kihasználom. Egyetlen jó napot. Az egyetlen jó napot a héten. Úgyhogy elemen nagyon szép idő van. Szép idő van. Na mindegy, meg elaludtam, kis befeküdtem a gyerek mellé. Olyan jót alszom a gyerek mellett, úgyhogy 3 órakor fölüvöltött, hogy menjek le hozzá, lementem, aztán mondom, akkor jó van. És akkor szundi üzembódba raktam magam, és ennek volt az eredmény, 5 óra 51-kor tudtam kilépni a házajtán. Igen, de a üzembódos telefonod az fönn volt a Vikinél, tehát a Viki lejött téged fölébreszteni, hogy Balázs! Kétszer, a telefon nélkül is fölkelek. Tehát, soha. Soha? Nem, aha. Én hétvégén is fölkelek 4-40-kor 5 körül, és dolgozom rajta egy fél órát, hogy vissza tudjak aludni simán. De hétvégén lefeksz és alszol 10-ig? Nincs az a pillanat. Komolyan? Nincs az a nem tudom micsoda kell ahhoz, hogy én fölébredjek. 8-10 év rádiózás után én úgy kelek 5-kor, mint ahhoz a pecs óra nélkül. Ez sokan mennyi, Búzas Annyi mesélte mindig, hogy vége, amikor már nem csinálta, hogy még 2 évig minden áldott nap 4-40-kor föl. Nincs simán óra nélkül. Miért nem alszol? Hát és beköszönt. Igen, hello, mi? Ja. Sőt, kézzel, de azt játszom, hogy éjszaka fölkelek, és ebben most tényleg semmi kamu nincs. Éjszaka fölkelek. És adásmenetet szerkeztet. Nem. Mondjuk lenne mit a lacéját megcsinálni néha. Felkelek éjszaka. Hogy? Percre. 3-4 perc eltéréssel. 3-4 perc eltéréssel, nem tudom, hogy mennyi az idő. Nem tudom, hogy sem. Kérdezed meg, 4 óra 42, 3 óra 4, és mindig játszom ezzel, mindig tippelek. Hogy vajon most mennyi? 1 óra 5. Most, várjál, most mi volt? Most éjszaka is volt ilyen. 0.40-et mondtam, 1.15 volt, 0.40-re stacoltam, ott egy kicsit nagyobbat csúsztam, fél óra, de általában nagyon-nagyon közel vagyok. Ez az új játék. Már mi az, hogy ennyit mondtál, hogy te Viki? Viki, na! 0.40! Most! Mi azt észak? Nézd rá! Szerintem most mennyi idő? Hallod, de most mennyi idő? Jó? 4.40. Hoppácska! Meg is vagyok! Jó, 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 jó
Nem tudom, fölébred az egyik, fölébred a másik, beszél az egyik, a kicsi nyög, fölébredek, fel kell a wiki, mocorog, ránézek az órára, és mindig mielőtt megnyomom a gombot, hogy mennyi az idő, az a tippelek egyet, hogy mennyi az idő. Hogy szerintem mennyi van. Az álmossági szintből, hogy még csak 3:12, 1:30, 4:40, és ezeket gyerekek, persze, hívjál föl egyszer. A mindenféleképpen én is fölkelek fél. Hívjál föl, és mondanak, hogy csukott szemmel vegyem föl a telefont, és felvesz, és befogmanak egy 2:35. Aha. Hívjál föl. Na, figyelj, akkor én hívjál már föl. Hívjál már föl éjszaka. Szia, Mali, én vagyok az. Mennyi az idő? Mi van? Mennyi az idő? Na, pont ezt akarom kérdezni. Nem lesz így fölhívni éjszaka. Hívjál, megmondom. Az a baj, hogy nem tudom bizonyítani, nem néztem rá az órára. Tehát azt nem tudom bizonyítani, hogy nem néztem rá előtte. Mert a kicsőn nem látok órát. Csak ha kinyomlak, hívjál föl. Most ha kicsőn nem látok órát. Na hívjál már föl most éjszaka. Jó, de most nem éjszaka. Na hívjál föl bármikor. Most ha rám csörögsz, jelez órát? Igen. Persze, szerintem, hát persze, látom. Elmenti. Nem, ha kicsőn, akkor az van, hogy Feri hív, akkor mutatja az órát közben. Nem az, hogy elmenti, hát mikor hívtál. Itt mutatja. Ó, a francban. Aha, de várj, a kicsöngésnél is. Hívlak. Mutatja. Ha? Akkor nem, akkor az nem jó. Vagy. Nem tudom hát nektek. Ezt most nem, de annyira szívesen bebizonyítanám nektek, hogy ezt higgyétek el, hogy működik. Hát akkor a következő a holnap reggel, amikor kezd 4:25, akkor te 4:25-kor csöröksz rá, én meg... De most, ha megbeszéltük, hogy hány között, nagyon nehéz lesz bemondani. Aha, 4:25 korát csöröksz, akkor 4:30. Nem, tetszőleges. Akkor 4:30. Hát ne, az a lényeg, hogy 0 5-ig, ne az, hogy 4:25-ig, 4:30. Én ezt föl kellek éjszaka, beállítom az órámat egy 1:30-re. Jó. Jó, legyen így. De rohadjak meg tényleg. De nem tudom bebizonyítani, nem néztem rá, az hát ott az óra, ki az abban egy föl fog menni, és azt mondom, hogy 4:02, és 4:08, és az ránéztél, hülye, és lerakod. Egy darab fekete szigetelő szalaggal itt a felső rész leragasztod az óra részét. De egyébként simán. Figyelj, nem tudom, de ez, na, hát van olyan hallgató, aki szintén ugyanezt csinál, és meg tudja erősíteni, ez létezik ez a fajta képesség. Viszont akkor írd a felét, nevet felről. Tessék? Nevet felről, írd a Ferire, akkor ennek. Hát, érted. Nekem van nevet fel, elment a telefonom. Nem is egy. Nem is egy, nevet fel, őrült, nevet fel, vigyázz, ne. Nehogy felvedd, az van. Bors, ne Bors. Aha. Igen, borsos újságíró. Nagyon jó. És hát a Viki is beírt, hogy zaklatul. Nevet fel. Na, a lány már szól, beírta nekem. Átírt egy telefonszámot nekem. Na mindegy, úgyhogy ez volt, gyerekek. Vagy ezen a megállapításon indultam ma reggel, hogy ez is egy képesség. Hát kellegessé, csak majd abban én inkább alszom. Nekem úsz, Bali, adásban nem tudod sokszor mennyi az idő, pedig az látod így valaki. Jó, hát úgy könnyű elrontani, hogy látod. Úgy nehéz megmondani, ha nem látod. Így van, a leolvasási hiba az egy létező dolog. Nem, az nem kell foglalkozni, az más. Srácok, ma reggel bringevel jöttem be, és találkoztam megint egy ilyen prototípussal. Na. Szintén kerós volt. Egy, hát, szerintem egyiket annyira nem lehetett bácsi, csak nekem már mindenki bácsinak tűnik. Főleg, aki így ebben a szellemiségben közlekedik, akiről nem tudod, hogy milyen irányba akar kanyarodni. És tetszőleg is, mintha valami kresszpályán lenne, kerülgeti mindent, kerülgeti a patkát először jobbról, akkor én balra megyek, hogy neked találkozunk, akkor visszajön, akkor megkerül balról, akkor aztán megint megkerül jobbról, ott jön a kerékpáros út, akkor ő nem arra megy föl, hanem fölmegy a járdára, igen, de ott magas a patka, akkor lejön róla, és ott szakköröztünk egymás, mert egyszerűen nem tudta megelőzni az embert, mert először jobbról jött, aztán balról jött, kezét soha nem tette ki. Csengő. Tudod, izé, és én nem tudom. Mit? Rácsengettél. Aha. Meg kiabálni. Papa! Én ezt nem értem. Tehát ott van az a nyomorult kerékpárút felfestve. Tök egyértelmű minden. Tudod, zöld a lámpa, nem megy. Piros a lámpa, megy. Jobbról kerüli, pedig mehetne szembe. Balról kerüli, pedig mehetne szembe. És aztán végén lemaradtam. Azt mondtam, na jó, van, akkor inkább hagyom. De miért nagyibe elmenni mellette? Nem lehet ilyenkor? Nagy veszély, nagy, és nagyibe kikerülöd. Na, hát az a baj, hogy nagyjából nem tudtam kikerülni, mert ez pont itt azt mondja, hogy az Ecseri útnál volt, és akkor ott viszonylag szűk kell csak halad, mert különben fölmegyek ugye az úttestre. Oda meg nem akartam fölmenni, mert mentek az autók, mint az állat. És ott van rendes kerékpárút. És passzus, tehát ismeritek ezt a típust, ez a totálisan kiszámíthatatlan. Egyik például, hogy megy, szépen lassan teken, hoppácska, egy jobbos, hopp, egy ballos, hopp, megint egy jobbos, hopp, meg is. Már a végén mondom, ja Isten. De nem tudta, hogy jössz utána, szerintem. Ez igaz, hiszen volt egyébként az a típus volt, akinek még visszapillantó is van a kerékpárján. Jó, de jó, olyan oldal, van még? Ah, igen, visszapillantó is a kerékpáron oldal, tudod. Meg hát beállt a mellett a lámpánál. Basszus. Aha. Tehát, hogy így is nem tudsz vele mit kezdeni.
Viszont akkor nem volt elég erőszakos. Tehát ha már mellette beállsz a lámpánál... Amit kell volna így jobb lábbal rárugni a hátsó kerekére. Nem az elsőre, a hátsó kerekére. Nem értettem. Nem értettem, hogy milyen logika alapján fejti meg ő ezt a kerékpáros közlekedést. Nagyon-nagyon-nagyon trükkös volt. És aztán nem mondtad neki, amikor lehagytad, vagy nem szóltál be neki valamit? Nem, direkt lassítottam, és ilyen nagyon fáradt fásult arccal tekertem tovább, mondom, hogy nem hiszem el. Tehát, hogy vannak ilyen emberek, akik, de olyan szép, az egész kerékpár egyébként csodás volt, szépen fel volt ékszerezve mindenféle eszközzel, amit nem használt, például a visszapillantó tükröt, hihetetlen volt. Tehát tipikusan tényleg senkit nem akarok ezzel megbántani, de a falusi kerékpár is jutott róla az eszembe. Ez a visszapillantó van tükör, az már nagy ívvel kerülött, nem? Tehát a visszapillantó bringán azért az már kellemetlen. Csöngő, két sisak, duda, nem? Tehát, azért az már eleve kapcsoló sapka. Igen. Hogy hívják? Eleve kellemetlen. Igen. Tudottuk, hogy jelenleg egy gombnyomásra működő index. Van egyébként ilyen is, amikor ugye kirakja az indexet oldalt, ilyen műanyag index. Tudod, kirakja oldalt. Kalap, van ilyen, igen. Ez egy nagyon speciális dolgok lehet kapni. Nem. A kerékpáron oldalt. Kirakja, jobb, bal. És fél, ő is, és ez a tipikus falusi kerékpáros. Mondom, tényleg nem akarom megbántani őket, de hát, hogy azért ismerjük, hogy milyen szokások vannak ilyen kerékpározás ügyben azért, hogy csak ideugrok át a Margithoz. Hát most elérted, de nem teszem föl a villogót. Miért nem kiabálsz le, Ingo? Jövök! Hát korán reggel jövök! De tényleg, hát rá kell. Aha. Jövök, és így elmész mellette. Vagy pálya. Nem tudja, hogy milyen irányból. Pálya, vagy valami. Pálya. Jobbról? A pálya szerintem jó dolog. Érted? Ennyi. És mész. Balról? Jobbról? Előről? Keresztül rajtad? Mondom, az lehet, hogy nem vette ő észre rendesen. Aha, nyilván. Így történt, így beálltam mellett egyébként a lámpánál, tehát konkrétan, vagy akkor nincsen periférikus látása. Na mindegy, nem érdekes. Hát vagy kihívásnak éresre, hogy jössz utána. Jó ez felpörgeti az agyat korán reggel. Itt vagyok, már megérkeztem, az a lényeg. Ez a texasi motoros band, ez milyen durva, olvastátok? Összebarátkoztak. Kicsit ott úgy összehaverkodtak ezek, aztán úgy összeszólalkoztak, hogy most kinek milyen a tetkója, vagy kinek mekkora, nem tudom, sasmadár van a hátán, a bőrkabátba belevarva. Azok, hogy jó, hát akkor rendezzük le. Kimentek ide, aztán nézzük gyorsan. 9-en lelőtték egymást, 20-an megsebesültek. Tehát így, ott valami nagyon komoly kultúrája van ennek. Én elkezdtem nézni ezt a motoros sorozatot, aztán nem tudtam végignézni, nem kötött le. Van egy nagyon jó amerikai, ami a motorosok életéről szól. Mi a címe? De jó sorozat, sokan szeretik, én nem szerettem, nem fűztem rám. Ott is mindenki meghal, meg állandó mindenkit lelőnek. De azért, hogy ezek ilyen túlgondolt 13 évesek? Nem. Azért náluk egy picit más kategória, mint nálunk, amikor szembe jön egymással a Buzasanyi, meg a Deusszal, Johnny, a fehér Harley-ukkal, tudod, és akkor és ott kakaskodnak egymással. Menj, az étterem férfi mosdójában indult a verekedés, tehát beálltak egymás mellé pisilni. Nem? Nagyobb. És átnéztek, és azt mondta, hogy na nem. A rivális bandának ez nagyon majd fegyvert ragadtak, kivonultak az étterem elé, már az étteremben elkezdtek törni, zúzni, de itt, ott valami nagyon, nagyon komoly egyébként ez a motoros banda élet, szóval, hogy ott az Amerikában ott nem tudom, börtönből kijöttek, meg próbatételek, meg hogy ott valami ilyetetlen nehéz bekerülni. Így van, tehát ez pont egy ilyen taktoborzó buli volt egyébként az étterem előtt, aminek az a neve, aki túléli, az beveszi. Aki pontosan ez történt, és több motoros banda egyszerre szervezte ide a taktoborzóját, és a helyi serif elmondta, hogy ők elmentek az étterembe, és szóltak, hogy ebből baj lesz, hogy ők jönnének segíteni, mondta az étterem. Nagyon kemény ez. Majd mi tudunk mindent, srácok, nem kell, és állítólag a verekedés és lövöldözés azon tört ki, hogy az egyik motoros bandának a motorja átlógott a másik motoros banda számára kijelölt nem mondd, hogy ezek. Én értem, hogy valójában kemény srácok, mert tényleg azok. Tehát az összes börtönből jött, meg nem tudom, gyilkosság van át a mögött, meg mit. Hát meg ilyen kisebb bűnszervezetek. Bűnszervezetek, fegyverkereskedelme foglalkoznak. Kb. Ez egy csomó minden. Keményen. Ezért az átlóg a motorodnak az első ez egy fontos dolog. Az én vonalamon. Hát, és akkor ezért most ragadjuk puskát és párbajozzunk, szóval nem mondná, hogy az épp elmére van egyébként, nem? Tehát ezek rendes felnőtt emberek, akik egyébként azon vesznek össze, hogy a motorvillája átlógott. Ez egy japán motor. Jól látom. Igen. Igen, a Sons of Anarchy ez volt, így van. Elkezdtem nézni. Egyébként az erről szól, motoros bandák rivalizálásáról élt. Én két részt néztem meg, nem követett. Vagy egyszer futottam neki, egyszer nem tudtam rákattam. Vannak sorozatok, amik valahogy nem működnek. Nekem ez nem ment, de nagyon jó. Tehát aki szereti a motoros bandák életét, meg szeretne ilyen csapatokba tartozni, az nézze meg, mert jó. Náluk is egyébként egyre inkább van ennek kultúrája, ugye ott van a Harley Fesztivál, de
én még mindig más azért, jellegű dolog én azért még mindig indokoltabbnak tartanám, hogyha verhosok, panoniások, illetve valvettások alkotnának nemzések, szívósok. Igen, nagyon kemény bandákat. Azért képzeld már el. Ahogy és most a P10-esek. És akkor induljunk el a naplement, és mindenki kiáll egy kicsit a nyerekből a babettájába, és elkezdi tekerni. Érted? És akkor megindulnak 30-al a naplementébe. A mi volt a kis kerekű? A Romet? Romet volt a kicsi, persze. Romet volt a kicsi. A mini Romet, mert ugye volt belőle egy nagyobb változás. Azért mini Romettes bandába tartozni? Azért nem lehet. Ott csak, oda csak a kőkemények férnek. Ahogy megállnak a játszóháznál a McDrive mellett. De hogy egyébként a szózófan a hívő, az, hogy a rendőrség se tud velük mit csinálni. Fegyverrel foglalkoznak közben, adnak, vesznek, fegyveraktáruk van, rabolnak, abból tartják fent magukat, közben dílerkednek ott a mexikóiakkal. Erre emlékszem az első két részből, hogy valami hihetetlen, és nem is nagyon tudnak velük mit csinálni. Tehát abszolút törvényen kívüliek. Mind 3 év, mire te oda bekerülhetsz, először csak viszed valakinek a nem tudom, a villáskulcsát, meg a kabátját, aztán már motorozhatsz is, aztán már nem kell kávét felszolgálni. Tehát valami nagyon durva egyébként az az élet. Kávét felszolgálni. De ezért ez átlógott a motorvillája, akkor lőjük már le egymást. Nem kell nyomást mérned. Igen, kell gumi-nyomást mérned. Igen. Hát ezek durva. Hát ugye ott a pokolangyalai, azt tudjuk, hogy ez egy nagyon régi motoros banda már, néhány évtizeddel ezelőtt volt ugye a csúcspontja a bandának, már puhultak, azért most már nem ölnek minden héten embert. Még volt ez a nagy orosz John Travolta film, amiben a John Travolta, meg még hárman elindulnak motorozni. Faterok motoron? Már a címe is jó. Ha egy film, amit nem nézel meg soha az életedben, az legyen a Faterok motor, ez Faterok motoron. Ha egy film, amit sosem nézel meg, az legyen ez. Ha tanácsolhatunk valamit, Faterok motoron. Ők is összetűzésbe keverednek egy komoly motoros bandával, és akkor ott próbálják megoldani. Hát, szörnyű. Én valahogy ezért mondom, hogy nem tudunk azonosulni. Mi egy olyannal tudnánk azonosulni, hogy csinálnak egy rettenetesen kemény sorozatot, mondjuk a Bloody Babetta, ez lenne a cím. És akkor érted? Hát, azzal tudunk. Egyébként valahol nagyon menő lehet 40 évesen 10 éves gyerekek szintjén játszani, nem? Ez a elveszem pisztolyjal, eljátszom, hogy elrabom, csak ők igaziból nyomják, de szellemileg sokszor egyébként 10 éves gyerekek szintjén vannak ezek a vegyük el puskával, raboljunk, játszunk rablósat, most raboljuk el, most játszunk takfel elvételeset, hogy csicskáztatjuk a kicsiket, nem? Hát óvodába csinálsz, meg iskolába. Te most meghaltál, után nem állnak föl, aztán mennek el, és esznek egy legváros kenyeret. Igen, de hogy kérdően ilyen sértett 8 évesek, nem? Akik biztos valójában kemények, meg én értem, hogy tényleg nem paprika Jancsik azért. Ezt a keménységet soha nem szoktam érteni, amikor egy ilyen szemmel láthatóan dagadt, lelakadt testű, de amúgy pedig persze nagyon tetovált szakállas emberek ott állnak, és ízét, és a hogy hívják, az cipőfűzőt nem tudja megkötni. Igen, és van alatt egy 8 milliós Harley. És szörnyen kemény. Tehát, hogy de mitől kemény? Tetoválástól kemény, nem, hogy hosszú szakálla van, és nincsen foga. Nem, puskája, az igen, kemény. Ott az a meleg, hogy ott mindenkinek fegyvere van. Igen, ki kemény, nagymama is kemény. A mexikói határ nem ott, muszáj. Igen, ott azért rosszat szólsz. Egy nagyon más felvétel fönt a videó, amikor így kalasnyikóval, mama, hogy hívjákból, a tolószékével, vagy tolókocsiából célba lőtt, tudod. Mert hát ugye állampolgári joga van. Neki arra, hogy lövöldözzön. És ezek a motorosok is kb. Ilyen. Jó, nyilván vannak kőkemények is, de hát... Én voltam Amerikában egyébként, amikor belefutsz egy ilyen motoros bandába, akkor azért így meghúzod magad. Tehát, hogy nem szimpatikusak, és nem is nagyon barátkoznak. Tehát, hogy futottunk velem. Jöttél ki a drive-ból egy ízével, egy vaníliás sékkel. Nem. Konkrétan nem. Konkrétan az volt, hogy a Radics Balázsra voltunk bent, és a Radics Balázs, Las Vegas mellett egy benzinkútra bementünk, és nincs hiszve, hihetetlenül arcosak, a tőjét és beállt egy motoros banda, tudod. És a Balázs a hülye elkezdte őket méregetni, hogy nézd már oda, lefutózom, oda megyek, csinálok velük egy fotót. Hülye vagy, élni akarok. Balázs, csak mondjuk egyébként a Balázsnak olyan testalkata van, hogyha mondjuk jobban megindul egy forgóajtó, az beszippant. Hát nem erős testalkat. Figyelj, beálltak 10, és észrevették, hogy úgy nézegetjük őket. És úgy nem akartak elindulni felénk, meg megkérdezni, hogy mit akartok, kis csírák. De úgy már úgy többen néztek. És rángattam el ezt, hogy gyere már, enjünk már, ne ülj már be, azért szakadt, nem tudom, Fordba, amit béreltünk, takarodjunk már el. Nem szimpatikusak. Tehát nem néznek ki jól, nem barátkoznak, nem nagyon nézheted őket, nem méregeted őket, és amikor élőben látsz egy ilyet, akkor azért úgy az tényleg kemény. Viszont nem beszélnek magyarul. Is van próbálkozni, hogy mit néztek, köcsögök? És akkor valaki egy anyádat. 56-ba vándoroltam ki. 56-ba vándoroltam. Ilyen kis bőröket tettünk reggelire, nagy gyere, Johnny, együk meg őket, és tenni beraktak egy csomagtartóba. Szóval, hogy nem jó, egyébként nem szimpatikusak. Tehát nem mennék arra, hogy hello, haver, egy fotó? Fölülhetek a Harley-ra? Mi ez? Milyen motorod? Yama, Chopper, Harley. Tehát nem mész oda nagyon. Nem barátságos népek azért ezek. Nem is nagyon akarnék velük lógni.
Na mindegy, és akkor Balázst kellett onnan elrángatni, és úgy nem volt jó. Tehát még egy percet tovább nézed őket, akkor szerintem beraknak. Ja, azt kell mondani, hogy bolond, hogy bolond, hogy nem normális. Érted? Én nem mutogattam. Vigyét, öt vigyétek. Nekem mutogattál. Igen. Ja. Nem, te ő. Ő fog kicsinálni. Igen, Amerikában picit más, hogy tényleg más. Felnyílik egy csomagtartó, és nem tudod, hogy a kutyazacskót veszi elő belőle, vagy egy kézi ágyút. Tehát, hogy ott azért sokkal óvatosabb az ember mindennel. Valaki rossz a külseje, nem nagyon tartod vele a szemkontaktust. Hogy állunk játékkal? 1-0. Hasítunk? Igen, eddig mindenre. Azt hiszem 15 nyert, 7 van, 2 bukott, és ez a 7, ez eddig 1-0-ra áll. Nagyon jó. Jól hangzik. Gangsta Zoli csak annyit írt a puha testű kitetovált emberekre, hogy na-na, Jani... Neked írt most. Na, mert most majd 2 év, 1 óra. Nem tudom, most írt. Felmentél a földszintről az elsőre, most már? Igen, nem lift elmenni, mit csinál az Oli? Nem mondani, hogy rohanjon azért már egy 60 körül, már lehetne. Magára vette biztos. Nem, hát ő szerintem egyiket nem is motoros. A másik meg az, hogy volt az egy időszak, amikor az Oli arra volt büszke, hogy puhos. Most meg arra büszke, hogy jó állapotban, egyébként tényleg tök jó állapotban van, mert most már odafigyel magára. Na, hogy berezeltél, mi? Ennyi. Hozod vissza. Hogy befosod? Bírlak. Én? Zoli nem motorozik. Nem. Hát honnan tudjuk? Nem tudom, hogy nem motorozik. Ja, miért van fönnfél? Viszi a gyereket iskolába. Vagy buliban volt. Azt hiszem, ő is a változókor, nem? Ő is a hullámok jönnek. Ferriat. Megriadt, és betett egy pohár meleg. Még mindig az anyjával lakik? Nem. Mindig 9-kor megkapja a forró kakaót a Zoli? Én nem, forgattam úgy vele, hogy Zolikám, itt a kakaó, hogy 43, és így feküdt az ágyba, hogy Sztárla című műsort forgattunk vele a Vivatén. Zolikám, jó reggelt, itt a kakaó. Igénye volt rá, szerette. Nem jó az. Négy cukorral, ahogy szereted. Itt van egy kis fosztos kalács is. Jaj, Zolit kedveljük egyébként. Jó, jó sánc. Fél hét múlt pontosan 2 perccel, aki szeretne velünk játszani, nyugodtan írjon SMS-t. Igen, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:47 múlt, pontosan 6 perccel. Jó reggelt kívánunk, minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk. Folytatjuk, játszunk, csak előtte gyorsan egy-két kis SMS, hogy mi a helyzet. Az utakon nézzük, azt mondja, hogy Hidegkúti út beállva, akkor a dugó, hogy kb. 15 perc állunk, még nem vagyok Hüvösföldnél, Solymár felől. Taki küldte nekünk, köszönjük szépen. M5-ös Kecskemétszeget, tiszta baleset és szermentes, ezt Norm küldte nekünk. Aztán arcoskodunk, hívjátok nyugodtan, nagyon verlek benneteket, oké. Nézzétek meg Kokót a motoron, az az igazi vicc, írja valaki. Már milyen a Kokó motoron? Tudom. Mert ő is alacsony. Nyilván, és akkor felül a nagy motorra, és akkor viccesen néz ki. Ja, hát attól, hogy valaki alacsony, hát attól még motorozhat. Csak egy állapot. Már az alacsonyság, vagy a motorozás? Aha, nem. Hát mind a kettő tulajdonképpen. Igen, az változik? Vagy az hogy érted, hogy állapot? Nem, hát a magasság szerintem az csak egy állapot, ez nem érdem, tehát arra ne legyen senki büszke. Természetesen, miért mondom ezt? Mert én is alacsony vagyok. Írjátok meg nyugodtan. M7-e 157-es kilométer Budapest felé a táskai pihenőnél van egy trafi, ezt Cuki küldte nekünk, mi pedig már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel, ciao. Halló, sziasztok. Hello, Dani. Szia. Hello, Dani. Honnan hívtál minket, Dani? Hát éppen Debrecenben vagyok. Debrecenben vagy, mit csinálsz ott? Hát tanulok, átjött haverom is reggel, hát írunk majd, aztán még átnézzük. Ez elég utolsó pillanatnak tűnik, így 7-től 8-ig még belehúzni. Igen, miből hát írtok Zéhát? Mechanika. Mondj egy tétel. Fú, hát itt nekünk ki vannak dolgozva az Zéhák, úgyhogy van több is. Na, de hogy miről szól az? Vagy hogy valami? Nyilván fizika, nem? Vagy a fizika egy része? Hát inkább fizika, igen. Inkább fizika. Aha. Skalászorra tulajdonságai, ilyesmi. Te azt alatt nyomjad. Gyerekek, hányosra vizsgáznánk ebből, húznánk egy tételt, egyesre. Nem? Hát, itt is fennáll a veszélyes sajnos. Milyen suli az, amit csinálsz? Műszaki menedzsernek tanulunk. Műszaki kanon. Műszaki menedzser. Aha. Ez egy megfoghatatlan szakok. És hogy számomra hívták ezt 10 évvel ezelőtt? Igen.
Több mint valószínű, hogy ugyanígy. Karosszéri alakatos. Műszaki menedzser. Műszaki menedzser, igen. Dalikám, kivel szeretnél játszani? Hát veled, Balázs. Úgy érezted, hogy ezt a mai napot úgy kell indítanod, hogy hát ha jobban megy majd az éhám? Hát, gondoltunk egyet, aztán hallgattunk itt titeket közben. Mondom, miért ne írnál SMS-t? Nagyon nem gondoltuk, hogy visszahívtak. De hát adni be az gondolatok. Ír nekünk, előbb-utóbb visszahívjuk. Mehetünk, Jani? 3-2 van fejör! Na itt vagyok, figyelek, kérdezzél, biztos szeretnél. Te jártál egyetemre, Balázs? Jártam, így van. Milyen szakra? Ez kérlek szépen, ez kommunikáció szak volt. Bölcsész szak, kommunikáció szak, angol szak. Mechanikába? Otthon vagy? Fene se tudja. Mechanikába? Nagyon. Hányasra fogsz vizsgázni, hogy érzed? Kettes meg lesz, reméljük. Meg lesz a kettes? Neked milyen egyéb voltak? Hármas, négyes, attól függ, hogy mi volt a tantárgy. Van, amit szerettem, valamit kevésbé. Melyik volt a kedvenced? Melyik volt? A politológiát nagyon szerettem. Politológia? Ez egy jó kis, meg jó volt a tanár. Az a pálya? Hogy áll neked? Melyik pálya? Politika. Hát ez kevésbé érdekel, a politika. Téged érdekel? Igazából annyira nem. Jaj. Orál? Hát ez nem sikerült. Kikéri? Meghallgatja? Ezt kimondta? Be is vallott. Igen. Ezt kimondta. Ez szép játék volt pedig. Jó voltatok. Nagyon mentél. Izgultam igazából. Dani, de tök jól játszottál. Mennyi volt még, Jani? 5 másodperc. Dani, hát ez... Itt kell engedni. Itt már csak ésszel kell kihátrálni a kérdésekből, kicsit húzni az időt, valamit bekérdezni, és megvagy. Hát ez... Már mindegy. Ez egy nagyon szép játék volt. Megérdemelted volna. Egy kevésbé oda betoltál volna, Balázs legalább 2-3-szer mondta, tök ügyesen egyébként. Ő tök jó kerülgette a bójákat, te meg. Igen. Mindig azt mondjuk, hogy ha ezt elveszíted, a vizsga majd jó lesz. Aha. Az meg lesz. De vannak kivételek. Nem mindenkinek sikerül ez, de... Igen, ez nem mindenkinek állja meg a helyét, de reméljük nálad, igen. Danikám, köszi a játékot! Én köszönöm. Hajrá! Arccal a mechanika felé. Oké. Ciao. Hello. Ah, gyerekek! Ennyi, persze, hadd szóljon! Mégiscsak 2-0! Persze, van bennünk empátia, de azért kár. Mechanika vizsga, ide vagy oda, gyerekek, azért ami jár, az jár, nem? Ennyi. Így is van. Így tehát 2-0. Nem, muszáj. Nem vagyunk rosszak. Nem vagyunk rosszak. Az előző témánkon még a mostoroshoz jött egy SMS, és rögtön utána is néztem a dolognak. Az egyik kedves hallgatónk írta, hogy van már ilyen kis babettás találkozó, sőt, felvonulás is, moped metal, rendszám nélküli motorok találkozó, érdemes rákeresni és megnézni a videó meg azt a portalon. Annyira durva, hogy eltakartam a szememet közben. Tehát, hogy hát igen, még mindig, még az inkább ilyen. A fiai sehol sincsenek hozzájuk képest, ahogy hasítanak. Óriási. Adanik a 30-ban vetlenek egymást mögött, érte? Ez menő egyébként. Ott azért retteg mindenki. Csukják be az ablakokat a spalettákon, mint a süsi a sárkányban. Na, egy érdekes témával folytatjuk a hírek után. Ugye szerintem már sokan olvastátok, hallgatóink közül is, hogy több mint 15-en kerültek kórházba napokban egy új, eddig ismeretlen szintetikus kábítószer miatt Budapesten. Az új szer Európában egyébként megdöbbentő módon elsőként Magyarországon jelent meg néhány napja, és hatása hosszabb és súlyosabb tüneteket produkál. A betegek egymástól függetlenül ilyen kékes zöld tabletta fogyasztásáról számoltak be, amin egy F betű van. Ez a közösségi oldalnak az F betűje, így van. A Facebooknak az F betűje. És hosszabb ideig van az ember rosszul, halucinál tőle, sőt van, akit 3 napja nem tudnak kihozni ebből az állapotból, ami dermesztően hangzik. Az nagyon kemény, így van, hogy és nem is tudják, hogy ki lehet-e egyáltalán majd. Igen. Tehát lehet, hogy most ő így marad. Lehet, hogy így marad, ami azért elég kemény, így van. Úgyhogy felhívjuk Zaher Gábort, hogy elmondja nekünk, mivel is állunk szemben, mi ez, hogy lehet ez beazonosítani, mire kell figyelni, nyilván arra, hogy az ember ne szedje be. És egyáltalán hol tart ez a dolog, hogy a designer drogok mindig előrébb vannak, mint a hatályos jogszabályok, mindig felvesznek egy szert, utána a másik szerből állítják elő, tehát soha nem tud egy bizonyos szert tiltólistára kerülni, addig, amíg valaki meg nem hall. Igen, aztán ezt a Gábor is mondta a múltkor is már, vagy hát ugye többször beszéltünk vele, hogy ez körülbelül úgy néz ki, mint a dopping szerek esetében, hogy mindig egy lépéssel sajnos a terjesztők meg az előállítók mögött járnak azok, akik ezeket próbálják kapcsolni, és vagy akarja fülelni. Az különösen érdekes, hogy ez most nálunk tűnt föl. Igen, ez most nálunk tűnt föl, kérdés, ezeket kik állítják elő, hogy készülnek ezek, hol készülnek, és beszélünk magáról az F betűs kis bogyóról is, hogy tényleg mi a fene lehet ez szerintük. Úgyhogy Zaher Gábort hívjuk, Ákos, hírei után. 7 óra múlt, 12
2 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és vannak friss közlekedési híreink, mint mindig. Egyébként azt mondja, hogy Budakeszi főutcáján Budapest felé hatalmas dugó van, gyalog gyorsabb, kaptuk SMS-ben. Aztán kicsit sok az autó a határúton, torlódás, vagy csak reggeli szerencsétlenkedés, vagy szerencsétlenség. Ez Dávid kérdezte ezt tőlünk. Hello, Dávid. Nem tudjuk, egyelőre nem küldte el nekünk senki. Hármas főút mentén Szikszóból kifelé Miskolc irányában Turul után áll a háromlábú, üzente Vik. Hideki úti út beállva, 15 perce állunk, és nem nagyon tudunk előrébb menni. Ezt is SMS-ben kaptuk. Nem bötös Kecskemét, Szeged tiszta. Baleset és szerv mentes, ezt Norm küldte nekünk, és azt nézem, hogy igen, Simpsonos bandákról már 6 óra után beszélgetünk. Jó, mert ez még korábban, léci ne. Ez a durva, az enduro Simpson. Atya úristen, az már egy másik haszt, az a csúcs. Igen. Gyerek, én nem tudom, amiért a Magyarországon élek, olyan, mint a folyamatosan szípúznék. Vég nélküli szívás, ugyanis ez az élet, írja valaki. Már ráfűzve a témára, amivel is ugye foglalkozunk. Mert egy új designer drog ütötte fel a fejét, és azért érdekes a dolog, és azért kell róla beszélni, mert állítólagosan sokkal hosszabb ideig tart a hatása, sokkal veszélyesebb, és még nagyobb veszélyben vannak, akik fogyasztják. Ráadásul nagyon jó a lélektana a dolognak, mert egy olyan brandet, egy olyan márkát emel föl, és egy olyan márkát nyom rá, ugye a tablettára, ami irány már kialakult egyfajta. Hát függőség, kimondhatod. Bizalom, egyfajta függőség, és azt gondolod, bár tudod, hogy nyilván nem a Facebook csoport állítja elő, de mégis ha azt gondolod, hogy az jól működő dolog, szeretett, kedveled, akkor ez sem árthat, ez sem lehet rossz. Jó, Kati és Évi is nagyon népszerű volt. Kati és Évi is nagyon népszerű volt, igen, ez most egy F betűs drog, méghozzá ugye a Facebooknak a logója, vagy az F betűje van ezen a designer drogon, ezen a tablettán, ami állítólagosan sokkal hosszabb és súlyosabb tüneteket produkál, mint a korábbi designer drogok. Ugye azt hallottuk már többször, és mi is mondtuk meg a hírekben is, hogy van, aki már 3 napja benne van egy ilyen egy tablettás kalandban, tehát azt vártad, hogy este bedobod a partin, szombat este, jó lesz az estét, most ahhoz képest kedreggel van, és az emberünk még mindig fekszik. Hát igen, szóval ez annyira nem vicces. Mint az összes többi designer drognál, gyakorlatilag más és más hatása van. Tehát valakinél mondjuk tényleg kiürül másnapra, kialussza magát, és aztán vissza a látás, nem emlékszik semmire, és valakinél pedig így működik, hogy 2-3 nap múlva is gyakorlatilag egy kómában, vagy kómaszerű állapotban fekszik. Fie, azzal most engem megdöbbentettetek, hogy ezt ilyen 800.000 forintért már el lehet kaszálni de magát. Mit hittél, mennyi? Én azt hittem, hogy ezek drágább dolgok. Igen, hogy? Mennyi? Hát mondjuk, hogy az, hogy jól érezd magad, az 5 és 10.000 forint de között hát, van. Már régen nem ott tart ez az egész. 800 mire. Forintért, meg 1000 forintért kapsz egy ilyen tablettát, ezzel az a baj, hogy mindenki számára elérhető. Tehát azért egy 1000-ese a szombat este szórakozni vágyó fiatalnak szerintem van erre. Ezért is szorítják ki ezek a designer drogok, illetve szintetikus drogok a hagyományosakat, mert hogy sokkal olcsóbb az előállításuk, sokkal könnyebb ezért a teríteni. A marihuanát is veszek 2000 forintért, tehát nagy árkülönbségek egyébként nincsenek. Tehát, hogy egy designer drog, mint 800.000 forint, egy extázi 2500, de mondjuk marihuanát is tudsz venni, ha akarsz, akkor 2500, de ezek már nem annyira elérhetetlen dolgok. Sose voltam nyitott a dolog. Elérhetetlen árkategória. Én azt hittem, mondom, legalább 5-10.000 forint kell ahhoz, hogy nem szétcsapkod magad. Ehhez képest, hogy ez egy 800 meg 1000 forintért ez már működik. Pont ez a dermesztőben, hogy olcsóbb ezzel jól érezni magad, mint berugni, ugye? Csak hát a hatásaival, az utóhatással és a veszélyekkel, azzal egész egyszerűen senki nincs tisztában. Hát 800 forint, hát nem tudsz ennyiből berugni. Hát nem tudod jól érezni magad, nem? Hát nem. Valaki kínálja neked egy 800 forint, fölmész az internetre, megveszed. Ami inkább megdöbbentő számomra, hogy még mindig tényleg teljesen tehetetlen a hatóság. Tehát, hogy egész egyszerűen olyan, mintha azok, akik ezt előállítanák, azok tényleg mindig egy lépéssel előrébb járnának. Újabb szereket állítanak elő a kis vegykonyhában, újabb dolgokat találnak ki, újabb vegyületeket hoznak létre úgy, hogy közben felkerülnek a tiltólistára szépen fokozatosan azok, ami károsak, de közben az előállítás már rég nem ott tart. És már a 26. szert állítják elő, ami viszont még mindig nincs a tiltólistán. Tehát valahogy az egész törvényhozás jogszabályi rendszer az utólag vagy utána ballag a dolognak, és próbálja ugye beérni az újabbnál újabb vegyületeket, és felvenni tiltólistára. Tehát nem nyerheted meg ezt a háborút, ebben az a durva. És még mindig van egy nagyon sőt, sajnos úgy tűnik, hogy egyre szélesebb réteg, ami ezt fel is veszi, és sajnos ez leginkább fiatalok. Ott megy a kísérletezés, tehát leülnek azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy ilyet gyártsanak, vagy ilyen szereket készítsenek, állítsanak elő, és azt mondják, hogy na, itt a tiltólista, ezt már tudjuk, hogy ezt nem lehet használni. De mi az,
ami még nincs a tiltólistán, de üt. És akkor azt egyesével elkezdi kóstolgatni? Nem, hát ezek valamennyire értenek a kémiához, és tudják, hogy milyen vegyületek nincsenek, milyen vegyületet keresztezem, milyen vegyülettel, abból előáll egy harmadik típusú vegyület, és megnézed, hogy az viszont már ebben a formában nem tiltólistás. Tehát nem szerepel egész egyszerűen a tiltólistán az a vegyület, amiből te azt előállítod. Viszont szerintem nem az új hatás itt a fő szempont, tehát az most, hogy tiltólistán szerepel, vagy nem szerepel, nem. Drog terjesztő számára tök mindegy, hiszen fontos. Illegális a terjesztés. Nagyon fontos. Nem, hát nem szerepel a tiltólistán, tehát kvázi tulajdonképpen nem vagy büntethető. Hát ez a designer drogok lényege. A hatás az egy mellékes dolog, hogy az most hogyhat, persze az is fontos, de a designer drogok egyik legfontosabb kelléke tulajdonképpen, hogy úgy állítod elő, hogy jogszabályilag te még egyébként nem vagy elővehető, mert nem tiltólistás az a vegyület, amit csináltál. Megfogják, elzárnak pénzügyet, és nem tudom, de effektíve, ha te olyat állítasz elő, ami még nincs a tiltólistán, akkor nem ütközöl jogszabályba. Hát ez a designer drogok előállításának a legfontosabb ismér vagy. De ha ez így van, akkor elvégben ezt akár legálisan is terjeszthetnék. Hát ez terjeszthetnék, ha felkerül az internetre, és ezt megveszed. És most ha felkerül a tiltólistára, akkor változtatnak egyet a vegyületen, és ugyanúgy megveszed. Hát csönd van a tiltólistán, a marihuána, a heroin, a kokain, a speed, az ecstasy, nem tudom, LSD, bélyek, stb. De hogy ezt te tulajdonképpen legálisan meg tudod vásárolni. Tehát most, ha én az zsebembe teszek 10 darab ilyen Facebook tablettát, és elindulok, és engem itt elkap a rendőrség úgy, hogy már 15-en vannak mérgezés miatt kórházba, engem nem lehet előállítani? Hát nyilván nem ilyen egyszerű, de hát azért már másokat te veszélyeztetsz, de lehet. Aha. Csak kérdés, hogy milyen címszó alatt tudnak téged előállítani. Aha. Egy kábítószerre az, amit te terjesztettél. Ha nincs tiltólistán, és nem számít az kábítószernek, akkor mások veszélyeztetése, nem tudom, jogcímen elő tudnak állítani. De te akkor abban a formában egy olyan designer drogot árultál, ami sajnos még nem tiltólistás. Tehát kvázi tulajdonképpen nem kábítószer. És gondolom, hogy ez nagyon hosszú idő, mire rákerül. Tehát biztos, most már azért ez egyre jobban megy. Fél év. Most már azért ez egyre jobban megy. Egyébként meg egyre gyorsabb. Tehát régen azért évekbe került, míg valamelyik vegyület fölkerült a tiltólistára, most már azért a jogszabály alkotás azért próbálja felvenni ezzel a tempót. De hát dermesztő egyébként, hogy itt egy 2-3 napos tüneteket produkál a dolog, és ezért nem tudnak kijönni belőle azok, akik használják. Na, rögtön felhívjuk Zaher Gáborunkat, aki nálunk sokkal jobban érte ez nyilván, hiszen ez a szakterülete, és na, sokszor átbeszéltük már vele ezt a témát, kérdés, hogy erről mi újat tud nekünk mondani. És hát ugye itt a prevenció lenne a lényeg, hogy tudod megóvni attól, akik ezt fogyasztani akarják, de hát ez kérdés, hogy kinek a feladata? Ez is jó kérdés szerintem, ugye, hogy ez a rendőrség feladata, a szülő feladata, hát a gyerek feladata már ilyen 18 évesen felismerni, hogy ne veszélyeztesse önmagát. Hogy tudod ezt az egészet megállítani? Hát, hogyha 18 évesen, erről már beszéltünk, ha 18 évesen teáskanna szemmel jön hoza a gyereked minden este, vagy minden hétvégén, és te erre nem figyelsz oda, azért a szülői felelősség. Egyértelmű. A szülői felelősség, és egyébként meg szerintem késő elkezdeni 18 évesen a fővilágosítást. Meg hát folyamatosan beszélni kell róla sajnos, mert azért nincsen olyan 10 éves fiatal, vagy 20 éves, aztán meg pláne nem, aki legalább egyszer-kétszer ne hallott volna már egy kis hegyi beszédet valakitől, vagy a tanártól, vagy pedagógustól, vagy pedig olyan főállású ember, szakértőtől, aki prevencióval foglalkozik, erről folyamatosan beszélni kell. Igen, olyan nehéz, mert ha meg nagyon démonizálod, meg nagyon-nagyon tiltod, és nagyon-nagyon azt mond neki ne, akkor fölébreszthetsz közben egy olyan érdekes kíváncsiságot, egy olyan érdekes dolgot a fiatalok személyiségében, ami a kamaszkorral együtt jár, hogy igenis tiltott ez a gyümölcs. Uh-huh. Tehát, hogy meddig tiltott, hol engedett, hol mondod azt, hogy gyere, ülj le ide mellé, tekerjünk egy szál cigit, szívjuk el, próbáld ki, ott vagyok melletted, mint szülő, mert hogy erről is lehet beszélni. Ezen azért így elgondolkoznék. Hogy? Ez megfordult így a fejedben, hogy mondjuk 18 évesen. Sokkal benne. Inkább. Persze, ne legyünk álszentek. És akkor azt mondjuk, hogy együtt. Hát hogyne? Hát ha démonizálsz valamit, és ha te ismered azt a dolgot, és ha nem démonizálod, és nem mondod, hogy tilos, és ne nyújj hozzá, és meghalsz, és Jézusom, az ellenkezőjére is első. És gondold el azt, hogy szemben megy a szülővel, lázad, kamasz, azt, hogy apám megtiltotta csak azért is. És pont a tiltással, és pont a démonizálással, és az, hogy meghalsz, azzal kergeted bele valamit, hogy ő mégis kíváncsi, és azt, hogy most egy kicsit ellened megyek, kipróbálom, mert ki akarom, mert érdekel, mert annyira tiltják ott van. Hát az elbeszélgetés, meg a tiltás, és a szívünk el
együtt egy dzsangát között vannak árnyalati különbség. Nem, ez cigaretta volt, nem? Most a dzsangáról beszéltél? Vagy egy ilyen, hogy hívják arra, egy trombitát? Egy nem, füves. Ez nem, most például egy cigarettáról. Nem. Ott kezdődik, nem? Mi a füves cigiről beszélt. A cigarettát is. Most akkor próbálja ki, szívja el. Legyen rosszul, nem? Ja. A cigaretta esetében ezt szerintem ez ül. Tehát, hogy ezzel semmi gond nincsen. Én ezt így is csinálnám majd, vagy csinálom majd. És együtt lesztek rosszul nálam is a világban. Tehát, hogy én is kipróbáltam, kimentünk a térre, bandáztunk, a nagyobb srácok azok, mint cigarettáztak, már természetes volt, hogy mi is kipróbáltuk. Kipróbált, nem jött be. Nem, egyszerűen nem esett jól. Pedig lehet üdvözlem. Az első nekem se, de kitartottam. Na, sajnos. Mi van az, hogy a gyereket, hogy ő ki akarja próbálni, tessék? Nézzünk egy ilyen szituációt. Azt, akkor inkább úriban. Abban igazad van. Ki akarom próbálni, tessék. Mit mondasz, Jani? Feri, mit mondtak gyereknek? Ki akarom próbálni? Ha elsőként azt, hogy szerintem nem nekünk fog szólni, hogy ki akarja próbálni, nem, de legyen ez a jó eset. 18 és ki akarom próbálni. Ki akarom próbálni, főhívom a Zahert, Gábor átmennénk, mert ott lakunk mellette, a kórház mellett. Egy füves cigi, ez nem kell a Zahert. Nem kell? Nem. Miért kéne a Zahert? Hát az nem kell. Azt mondod, hogy gyújtsuk rá teraszon a füvet. Hát nagyon kipróbáltad, de használtad, de persze. Meséltem egyszer életemben, el is ájultam. Milyen tapasztalat, ha elájultál, nem. Na, tessék, azt mondod neki, hogy nem. Azt mondod neki, hogy itthon nem. Elmész máshol, próbáld ki inkább itt. Nem megyünk inkább ringázni. Azért akarom arra felhívni a figyelmeteket, ennek vannak árnyalatai, mint hogy nagyon el kell beszélgetni a gyerekkel, meg fel kell rá készíteni. Oké, ez egy nagyon helyes, közhelyszerű megállapítás. Fel kell készíteni. Persze, tessék, gyerek, hazajön, azt mondja, ki akarom próbálni. Apa, 18 éves, hogy milyen érzés ez, kipróbálom. Vagy itt, vagy máshol. Akkor itt mindenféleképpen itt. Ellenőrzött körülmények között. Én megyek el és szerezek neki. Azt sem tudom, hol kell venni. Hát szerintem rá tudsz akadni. Na jó, persze. Csak hogy vannak árnyalatok, nem? És mondjuk ti tényleg azt mondja, hogy na. Nem, fél. Akkor ez legyen. Na, nagyon meredek a szitu, mert mi van, hogy, tehát, hogy nyilván eszedbe jut szülőként, hogy mi van, ha most szoktatom rá? Mi van, hogyha ez most ez az első de lépés már az ideig, úton, hogy eljusson. Ha már ideig eljutott, hogy de ki akarom próbálni, akkor ki fogja próbálni, akkor inkább legyél ott. Akkor inkább vedd meg te, ahonnan szoktuk. Tudod, fogalmam nincs, de tényleg nem tudom. Akkor tényleg legyél ott, és nézd végig a dolgot, vagy száj, nem tudom. De minden érdekes kérdések ezek. Itt van velünk Zahér Gábor, hello Gábor, jó reggelt, kívánunk. Jó reggelt, hello. Hallottam mindent. Na először erre válasz, mindig úgy tesszük a szakértőinket. Adás, hogy hallják. Eljutatni mindenkit, egy ganzsából is lehet ám gond. Ha láttam marihuána pszichózist. Mindenből lehet, persze. Hát persze, én azt gondolom, hogy, az 50, hogy a szürkének is van 50 árnyalat, tehát többféleképpen lehetne ezt az egész dolgot megfogni. És azt nem felejtsétek el, hogy ma adott egy átlag A4-es magyar szülő, az vajon mit tud a kábítószerek? Keveset. Ő soha nem sose látott ilyet, nem próbálta. Jó, hát persze látott egy-két filmet, meg olvasott, meg tudja, ki volt a Jim Morrison, meg az utolsó belövés, meg talán Trainspotting, meg időnként hallgat tévét, rádiót és olyan információt magára szed, de mondjuk a médiából nem feltétlenül mindig az átlag információk jönnek, és akkor ott a kis kamasz gyerek, és akkor na tessék valamit mondani neki, és akkor lehetnek jópofa dolgokat, de erről meghalsz, meg beteg lesz, meg elvisz a rendőr. Figyeljetek, mit gondoltok, hogy Magyarországon évente hányan halnak meg kábítószer túladagolásba? Mondjatok egy számot. 50-en. Ne, 50-en. Hányan halnak meg kábítószer túladagolásban? Hát mondjuk 1500-an. Igen, 300. Oké, 31-en. 31-en. Aha. És hány, mennyiszer használat történik Magyarországon évente, úgy darabra? Összesen. Mennyi szerhasználat? Igen. Tehát hányszor nyúlnak bármilyen igen, Magyarországon. Hát szerintem 1 millió. 5 millió. 1 millió, 5 millió. 300 ezer. 45 millió. 45 millió. Ha mondjuk már ki, hogy 45 millió szerhasználat és 31 haláleset, az akkor arányában hogyan is zajlik, és mi a veszélyesebb Budapest utcáin kerékpározni, vagy esetenként kábítószer használni. Jó, azért... Most rá, függő vagyok. Azért kicsit így ferdítés. Gábor, én semmi nem egyetértek, mert szerintem például a marihuána egy nagyon túl démonizál dolog egyébként, és véletlenül egy csomó helyen, például Amerikában már ezeket legalizálják, és nem véletlenül, mert megvan a kultúrája, mert bevétel van belőle, mert ellenőrizhető forrásból szerzik be, akik szeretnének. Igen, tehát, hogy... tudod megint mi az egyetlen egy nagy bajom? Hogy mondjuk megint egy hülye példát, hogy mondja. Marihuána hatáserőségét vegyük egynek. Egy. De nem tudom egynek lenni, mert nincs mértékegység. Az nem mondjuk lenne. És azt mondom, marihuána egyenlő egy. Van olyan szintetikus marihuána származék, biofű, amelyiknek a hatása körülbelül ugyanaz, mint a marihuánai, mondjuk 1,01. És akkor állt sorba valahol, és várod, hogy beengedjenek, elérkezik a sor, és akkor azt mondja a biztonságéről, itt a vége, fuss el vele, többen nem jöhettek be. És akkor te nekiálltottak, engedj már be,
téged beengednek, és akkor mögötted álló, azt mondja, Amerikában engem miért nem engednek, mikor őt is beengedték, és a következő, ha egy valakit beengedünk, akkor hol hozzuk meg a határt? Ha mondjuk azt, hogy egyet beengedjük, az 1,01-et, ami ezt majdnem... Ezt most nem értem. Most ezt nem értem, pedig értek a dologhoz. Ja, hogy azt mondjuk, hogy legális a marihuána egyel, akkor az 1,01 az legyen, vagy ne legyen. Miért ne engedjük be? És akkor az 1,03-at miért ne engedjük be? 1,08-at miért ne engedjük be? Szóval én azt gondolom, hogy kinyitjuk az ajtót, akkor csak a lábamat szeretném bedugni, mondta a farkas a malacoknak, stb. Hát nagyon érdekes, közben azért, akik a legalizálás mellett érvelnek, azok azt mondják, hogy ellenőrizhető dologból származna, bevétel lenne, a bevétel egy részét lehetne, igen, prevencióra, felvilágosításra foglalkozna, az nem dílerektől vennék, nem pult alól vennék, nem hallanak bele ennyi. Én azt gondolom, ettől függetlenül a THC-ban van a legkevesebb gond. Magyarországon van 20 000 kábítószerfüggő, kb. 20 000-ből kb. 10 000 az, aki a marihuánával ápol, mély, időnként szeretetteljes kapcsolatot, amiben azért néha, néhányan belezuhannak már olyan szinten, hogy ebből komoly probléma is lehet. Na beszéljünk egy kicsit erről az új történetről, erről az F-betűsről. Ez elég durván hangzik, ez a háromnapos ilyen pszichoaktív, meg pszichotrop dolog. Háromnapos hatás. Itt alapvetően az a baj, ugye, hogy van egy olyan szintetikus marihuána származék, amelyik ugye a természetben nem létezik, amelyik ugyanazokon a fogadóhelyeken hat, mint maga a THC, csak a hatása sokkal-sokkal intenzívebb, akár 40-60-szor is meghaladja a marihuánáig. Hát aki hívott már életében spanglit, az tudja, hogy milyen, amikor valaki hell on your face, mondják a Facebookon a csávók, mint a pofán vágtak volna, és what a great shit, szokták mondani, újabb nem hadítom le, felkiáltó jelle ugye ezeket a dolgokat, szóval ez baromi intenzív hatása van, úgy érzi az ember, hogy elveszíti a világtól a kapcsolatát, egy teljesen más dimenzióba kerül, nem is tudja ezeket józan észre fogni, szaporatív működés, magas vérnyomás, hozott gőzsöhamok, eszméletvesztés. Nem beszélve arról, hogy ezeknek mondjuk a idézőjelben hatás adagja az 0,03, maximum 0,5 mg. Na most veszel egy tabit a buliba. Tudod, mennyi ennek hatóanyag tartalma? Tudod egyáltalán, hogy milyen hatóanyag van? Nyilván semmit nem tud az ember. Hát jött egy díler, hozta, azt tudod, mi van benne, ki csinálta, hát semmit nem tud. Facebook tabletta, tök jó, múlt héten is tök állapot, hogy 160 BPM-mel ütöttünk el egész éjjel, és akkor tessék szívesen, akkor ugye egy ilyen szituációban, amikor ott van a gyerek, baromi nagy a környezeti nyomás, és a haverok is figyelj, próbáld, csináld, akkor vajon tud-e a gyerek jó döntéseket hozni? És alapvetően ezen múlik szerintem a történet. Nem hinném ugye, hogy az átlag szülő tud ezekre, azt nem is kell tudni. Hát figyeljetek, tavaly több mint 100 újszer jelent meg a piacon. Hát a szakma sem tudja ezeket követni. Már nem beszél arról, hogy átlag magyar lakosról, akinek mit van egy 1200-as szókincse, az hogyan rosszabb be tudná azt, hogy most mi az a biofű, meg a szintetikus kannabinoid, meg a feniletilaminok, meg az aricikloexilaminok, na tudnék ilyen szép szavakat mondani. Tehát abszolút nem tudja ő, hogy egy valamit tud, ő azt tudja, hogy itt van ez a kamasz gyerek, és valamit kéne neki mondani. És szerintem az a mágikus mondat az egy valami lehet, hogy fiam, ez megváltoztat ez a szer, úgy, hogy magában a változás folyamatában nem tud vele szólni. Hát igen, és nem tud irányítani a dolgokat, tehát kicsúszik a kontroll. Ugye. Hogy nálunk jelent meg először ez? Azt jelenti, hogy itt csinálják, vagy ezt itt tesztelik most rajtunk? Pedig ez milyen jó kérdés volt. És nem is, már magát a kérdést se értettük. Leértette. Mondjátok. Elege lett az amatőröm. De az a mondat érdekes volt, amit ő példamondatnak említett, hogy meg fogja változtatni az életedet, és úgy változtatja meg, hogy neked nem lett hozzá megpróbálta megvárni, még levegőt vesz, és akkor erre rákérdezni, hogy de hát ebben nincsen semmiféle ilyen negatív dolog, tehát nem, hogy meg fog változtatni téged, és akkor mi van? Tehát itt azért nekem hiányzik az a fajta, ahogy hívják, az a negatív kicsengés, hát a dolognak, hogy beteg leszel, hogy meghalhatsz, vagy stb. Hát ezt hozzá kell tenned szülőként. Jó, de ő mennyit mondott csak, hogy megváltoztat, és... Jó, hírezzünk egy picit, aztán még visszahívjuk, hát ha jobb lesz a vonal minősége, jó? Mert hogy egyébként nem is hallottuk annyira jól Gáborunkat, pedig jókat mond, elsősorban nyilván azon szülőknek, akik lehet, hogy most találkoznak ezzel először. Úgyhogy önne Ákos a hírekkel. Ha valaki játszana velünk közben, Óven bácsit, Beru nénit tegye meg, hogy ír nekünk egy SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan. 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Köszi srácok, olyan jót autóztam erre a zenére. Ez, igen, ez egy jó kis Michael Jackson volt.
A Smooth Criminal. Klasszik. Enyachu Walking, ugye? Enyachu Walking. Beszélgetünk, és nem hallottam. You be hit my, you be stop my Smooth Criminal. Imádom. Persze, a legjobb. Mindegyik egyik legjobb videoklipje, amúgy. Az a rész tetszik nekem a legjobban, amikor fogja, felemeli a biliárdasztalról az egyik golyót, szétroppantja, és belefújja a srácnak az arcába. Igen, jó, jó klip. Budapesten az Orci úton erősödik a forgalom, az autókból álmos, kómás arcok bámulnak kifelé, jelenleg 21 fok van, szép időnek nézünk elébe, szállnak a levegőben a nyárfa szöszei, de legalább nyár van, anyám szerint ne a kábítószertől legyél függő, inkább a szextől, Csumi Erik. Na, köszönjük ez szépen. Megvan, köszi. Zahár Gábort már sajnos nem tudjuk visszahívni, mert hogy vizitem van, beszélgetett még Annával egy 3 percet, mondta, hogy nagyon kedvel minket, nem szívesen nyilatkozna, de nem tud már, mert hogy hát ő már vizitem van, úgyhogy legközelebb hívjuk. Egy érdekes dolog miatt hívhatnánk még a hétem, akár úgy is, hogy összeengedjük egy olyan dokival vagy természetgyógyásszal, aki viszont esküszik rá, mert azt mondta, hogy a tisztító kúrák semmit nem érnek, és a legnagyobb természettudományos, én nem is tudom, hogy is mondjam, természetgyógyászati átvágás, baromi nagy biznisz, olvastam erről egy nagy cikket vele kapcsolatban, ahol ezt mondta, hogy kamu az egész. De, nincs ilyen, hogy tisztító kúra. De milyen tekintetben kamu? Hát kamu, hogy nem tudod, hiába iszolt egy gyógyszert. De ő csak a drogokkal kapcsolatosan mondta, nem? Tehát, mi a drogos tisztító kúra? Na, azt aztán tényleg kamu. Már mi, hogy beveszel 6 extazit, és megtisztulsz, hogy mire gondolsz? Nem, mi tisztító kúra? Vagy hogy érted, hogy a drogokkal kapcsolatban? Úgy, hogyha valaki tisztítok, mondjuk függő, és egy tisztító kúrán átmegy, akkor kiürül a szervezetéből minden. Ő nem erre értette? Nem. Tehát ő így unblock cuzember az állásban. Azt mondta, hogy a tisztító kúránk az egy baromi nagy biznisz, és hogy semmit nem ér, és hogy hiába iszolt egy gyógyteát, meg májtisztítót, meg vesetisztítót, meg salaktalanítót, meg mit tudom én. Ez nem szól másról, mint arról, hogy ez egy baromi nagy iparág, és effektíve ezeknek semmi értelme. És hány természetgyógyász mondja azt, hogy itt használt, vedd meg vesetisztító, májtisztító, epetisztító, salaktalanító, hát hányan kezdik el ezt tavasszal, és költenek el erre rengeteg pénzt. Na de az a semmi értelme. És hogy összeengedhetnénk egyébként egyszer egy természetgyógyászat, csak kíváncsiságból, hogy hát mit mondanak egymásnak. Hát én ezt a gyógyász dolgot nem írom alá. Tehát ez egy gyakorlatilag évszázados hagyományokra és tapasztalatra épülő dolog az, hogy különböző gyógyszereknek a fogyasztásával nagyon jó hatással tudsz lenni. Például a májadra, például a vese. Tehát, hogy ez na, ő azt mondja, hogy ez semmit nem ér. Hát ez, hogy lehet, hogy a fejedet stimulálja, és elkezdi önmagát a szervezet tisztítani. Na! Azt mondja, hogy vesedialízis az nagyon jó, mert az ugye akkor segít neked, igen. És hogy nem. Csekély hatóanyag tartalma van a teának, és hogy egész egyszerűen nem. Nagyon keveset ér. Úgyhogy egyszer ezt is megcsinált. Na, ezt pont a napokban nyilatkozta ezt, igen, hogy hatalmas nagy biznisz az egész. Szabó Gyuri bácsival, a füves emberrel, a büki füves emberrel össze kellene ereszteni, és akkor hát kíváncsi lennek, hogy rá, hogy mit mondana. Hát ott azért tapasztalat úton jönnek elő a dolgok. Ilyen gyógyteáknak a fogyasztása miért? Még a végén kiderül, hogy káros. Nem. Az biztos, nem. De. Nem azt mondod, hogy a gyógyták nem érnek semmit. A tisztítókúrák, tehát hogy neked van egy, mit tudom én, hörgő hurutod, vagy egy bronhitiszed, és arra te iszol, nem tudom milyen, tehát akkor azt használ csak és kifejezetten a tisztítókúrák. Tehát azt, hogy te nem tudod így meg, ihatsz te 100 liter epetisztító teát, azt a szervezeted vagy megtisztítja, vagy nem tudod nagyon stimulálni. Ő erről beszél. Na de természetes formában pont ezekben a gyógynövényekben, ezekben a gyógytárban vannak benne azok a hatóanyagok, amiket később egyébként a hagyományos gyógyászatban is felhasználnak gyógyszerek formájában, gyógyszerek alapanyagaként. Hát csak lehet azt mondani, hogy akkor a dózis. De attól még azok a hatóanyagok. Igen, ez igaz, csak lehet, hogy ott kis dózisban van, ha egy füvet megfőzöl, vagy teát csinálsz belőle, az nem hatóanyag. Na mindegy, jó, csak egy mellékzőnge, nem, ez úgy tudjuk megfejteni, csak hogy erről is egyszer érdemes beszélni. Na, ugye hát erről az új Facebook drogról beszélgettünk még a hírek előtt, mi egy F betű van, és arról, hogy a gyerekedet hogy tudod megóvni, mi egy szülő feladata, és egyszerűen mit tudsz csinálni. Gábor is elmondta, hogy baromi nehéz követni a tempót, mert hogy folyamatosan változtatnak a vegyületeken, ez egyre agresszívebb és egyre durvább lesz. Ez most már ugye 3 napig tart, és nem nagyon tudnak ezzel mit csinálni. És 45 millió szerhasználat egy évben, azért ott egy kicsit megakadtam, nem? Nagyon 10 millióan az azt jelenti, hogy te a tavalyi évben, és én is, és Jani is 4,5-szer be voltunk tépve. Bizonyám. Ha mindenki, így van, ha mindenkire számolnád, az 4,5. Nagyon kemény, 45 millió szerhasználat egy évben. Rettenetesen durva. Igen. És van ez az új történet, ez a krokodil, erről hallottatok? Hát figyeljetek, elképesztő, hogy miket állítanak elő egyébként. Rákerestem az interneten, nem tudtam megnézni azokat a képeket, tehát hogy ez nem a horrorfilm kategória, mert sajnos ez a valóság, azt mondják, ugye Anna rákérdezett Zahar Gábornál is rá erre a dologra, és akkor azt mondta, hogy abszolút valóságról van szó, szóval Magyarországon is van már ilyen beteg. Néztem róla egy-két képet, azt szépen lejöttem arról az oldalra, és kész. Igen. Mit csinál? Hát, rettenetesen, hogy gyakorlatilag, mintha lezabálna a húst az embernek a testéről. Igen. Borzalmas. Tehát belülről kezdi el, aha, meg nagyon könnyen rá lehet szokni, nagyon-nagyon
addiktív a dolog, tehát nagyon hamar rászoksz, és az egyik mellékhatása tulajdonképpen, hogy belülről kezd el téged elrohasztani és leenni a hús. Zombi drognak is hívják, egyébként nagyon-nagyon kemény. Hát igen, ezért kell a gyerekkel beszélgetni, aztán nem tudsz, mindent megteszel szülőként, aztán a többi a gyerekre van bízva. Igen, ez kicsit olyan ez az elrettentő példát fölhozni a gyereknek, mint ugye a cigis dobozon a csúnya képek, tudod, hogy föltették. És az a kimutatás, hogy nem nagyon szoktak le róla az emberek. Tehát, hogy ezt, hogy mondjuk leírsz egyet... Hát ez rá nincs hatással, nem? Nincs. Így van. Megnézed, hát hogy sajnos nincs. Nincs. Csak jelzem egyébként Zahér Gábor is, dohányos. Na, és hogyha ha mondjuk megmutatod neki ezeket a képeket, igen, az interneten a krokodilról, akkor azt fogja mondani, hogy já, ez velem úgyse történhet meg. Mert valószínűleg ez van bennünk, például a dohányosban is ez van. Hál' Istennek nálunk még nem ez a helyzet, sőt, szerintem nem is lesz soha ez a helyzet, hogy én mutatok egy ilyen képet, a világnak borzalmas hatással van rá, tehát örökké kapcsolatot, hogyha elfordul, megkéri, hogy ilyesmivel nem fog, stb. De egyébként itt jön elő ez, amit a Gábor is mondott, hogyha megengedett például a marihuánás cigarettának a fogyasztását, akkor gyakorlatilag egy picit szűkebbre húzod a határokat, mert akkor a következő lépcsőfok már egy kicsit keményebb, meg még keményebb, még keményebb. Szerintem egyébként vagy az örömforrásokat kell ezeknek az gyerekeknek az életében megtalálni, illetve ilyen örömforrásokkal kell ellátni, mert ők valamilyen hiányérzetet szeretnének ezzel pótolni, nem? Azért drogozol, mert nem teljes az élet, és ott megtalálod. És egy örömforrás keresem, nem? Hát ez szerintem sokkal bonyolultabb. Hát várjál, hát hogy ez egy hétvégi buli jobban sikerül, az egy örömforrás. Okay. Ha beveszek akkor egy tabletát, még jobban sikerül, az is örömforrás. Hát itt ez az alapja az egésznek. Elmegy a gyerek mondjuk 4 kamasszal. Az a gyerek még befolyásolható. Nézzük meg egy szituációt. Befolyásolható. Minden öröme megvan az életében, egyszerűen csak befolyásolható. 4 gyerek áldogál a Blaha Lujza téren, és 4-nél van kábítószer, ott állat a gyereked, aki 5-ként. Tehát nincs nála kábítószer. A 4 gyerek azt mondja, hogy akkor most kipróbáljuk ezt a kábítószert, ott állat a gyereked, aki nem csinál semmi rosszat, csak úgy nevelted, hogy kicsit befolyásolható legyen. Nem is elrontottad. És elkezdik cikizni, elkezdik azt mondani, hogy gyáva vagy, elkezdik neki azt mondani, hogy nem vagy a barátunk többet, elkezdik azt mondani, hogy elmondjuk mindenkinek a suliba, hogy egyébként te milyen nyomorult vagy, milyen gyáva vagy, ezt sem mered kipróbálni. Mitől fél a gyerek, hogy elszigetelődik, hogy elveszti a barátait, hogy nem állnak vele szóba, befolyásolható, és azt mondja, rendben, akkor én is kipróbálom. Tehát a kipróbálás az nem mindig csak arról szól, hogy hiányérzet is kipróbálom. Nincs befolyásolhatóság. Nincs köztünk ellentmondás, hát ez nyomás, az egyik lehetséges formája. Na jó, csak azt mondom, hogy vele a gyerek. Nem csak azt mondod, hogy általában hiányérzet van, vagy hogy valami hiányérzetet pótol. Nagyon rossz lenne neki az élmény, másodszorra nem próbálnál. Na jó, és ha az elsőbe hal bele? Tehát, hogy ezért összetettebb a dolog az, hogy te ne próbáld ki, és ez egy azt hiányérzet. Azt hallottuk, hogy hányan halnak bele. Én azt értem, de mondjuk kap egy olyan extazit, amiben egy olyan hatóanyagban, hogy mondjuk nem tudom, kiüti a szívét, és kész. Tehát, hogy ennél szerintem azért ez egy jóval összetettebb dolog, mint hogy ha pótoltatod vele a hiányérzetet, és megtanítod biciklizni, ejtőernyőzni, nem tudom, akkor az a gyerek lehet, hogy nem fogja. Ez még egy nagyon sok mindentől függ. Akár egy adott élethelyzettől, akár egy baráttól, aki rábeszéli, egy megfelelési kényszertől, félelemtől, hogy az a barát elfordul tőle, mert nem veszi be azt a drogot. Tehát, hogy sokkal árnyaltabb ez, mint hogy lásd el mindennel a gyereket, és utána majd nem próbálja. Bocsánat, két adat között azért szerintem pont az mutatja azt, hogy itt az örömszerzés, vagy az örömforrás keresése a fő mozgatórugó, hogy 30-an halnak bele, és több 10 millióan fogyasztják. Vagy több 10 millió szor fogyasztják. Örömforrás persze, kíváncsiság attól függ, hogy ha rendszeres használó, vagy először próbálod, igen. Nehéz. Na, mi kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond, erre mondják, nem? Hogy old meg, hogy mennyire visszasírod majd, amikor a gyereke 18 éves lesz, hogy az a legnagyobb bajod, hogy nyíljon a foga, nem? Fáj, jó, nem kaptam poroskány nyakláncot, ne jön a foga a gyereknek, nem? És most egy 18 éves azt mondja, megyek bulizni, 3 kábítószereztek, apa, itt állok a Blahán, mit csináljak, tudod? Tehát, hogy... Na, ez jó eset, ha fölhív, hogy apa, mit csináljak. Felvértezed kellő tudással, de hát azért ezek nagyon-nagyon sok árnyalata van ennek a dolognak. Mit akartál mondani? Ahogy ez már a jobbik eset, hogyha fölhív, ha megúszta a dolgot, akkor viszont ott a te felelősséged, ugye ennél az első droghasználatnál, amiről beszéltél, hogy észreveszed-e, hogy használta. Nem? Amikor hazamegy. Az első droghasználat, amiben bele lehet dögleni, de nem döglött bele a gyereket, hála Istennek, hazamegy, és akkor te észreveszed-e itt a te felelősséged. Igen. Igen. Mert simán beadhatja neked adott esetben, hogy igen, ittunk egy kicsit, vagy nem kicsit. Igen. És ez a hatása, mert nem is ismered. Na jó, menjünk egy kicsit vidámabb dologgal tovább, játszunk Kóven bácsival, Beru nénivel, már itt is van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Kóven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Hello, sziasztok, jó reggelt, Péter vagyok, Ráckevéről. Hello, Péter, honnan hívtál? Ráckevéről mondtad is, igen, mit csinálsz?
Horgászok. Naj, már kérdezek, hogy a horgász paradicsomból. Egész héten, így van. És egy hétig kiköltözöl a ráckevei vízpartra, és nyomod a horgászást. Ahogy mondod. Ahogy mondod, Feri. De egyedül? Szólóba. Vannak itt szomszédok is, azért nem unatkozom. Aha. Pont annyian vannak, amennyien kellene. Többen egy szemmel se. Nem volt olyan, hogy amikor először hazamentél telepszínű nadrágban egy kis szerelékes dobozzal, egy üvegszálas bottal, a szákodban néhány pontja, és akkor édesapád azt mondta, hogy gyere ide, fiam, üljél le ide mellém, ennek nem lesz jó vége. Most elindult el egy olyan úton, aminek egy nagyon komoly függőség lesz a vége. Nem volt meg, mert ő indított el ezen az úton, még kiskoromban, úgyhogy ilyen biztos, hogy nem lesz. Fogtál ma már valamit? Nem, semmit sem. Semmit? Mióta vagy kint? Most megmondom őszintén, egy órája mentem ki, szóval még csak annyi volt, hogy bedobtam, és kész. És akkor mennyit ült kint? Hát ameddig van türelmem, amíg el nem fáradok, kicsit ledőlök utána, nem kapkodom el, egész héten szabin vagyok ráére. Ez nagyon menő. Jó. Az nagyon menő. Meditatív. Mibe fáradsz el? Miben? A koncentrációban. Nézem azt a nyomorult kapás jelzőt, és meg sem mozdul. Semmi. Néha úgy látom, de az már lehet, hogy már valami halucináció. De mi, fenekezel? Igen, fenekezek is, meg túszózok is. Mindent lefetsz, minden módszer. Közben gerebézel, kézigránátozol. Így van. Ami benne van, mindegy, hogy legyen hal. Tehát néha egy robbanás, 8 halott hal. Megnyitod a gátat, leereszted a vizet. Persze, a vizsgába összeszedem a maradványokat. Figyelj, mi a legmenőbb kapásjelző most? Legmenőbb? Hát vannak egész jó ízű elektromos kapásjelzők. Ami? Hát ami mondjuk bent csörög a házadba. Szóval lerakod, és bent kell ez a házba. Ez a legjobb, nem? Esik az eső, ne üljék kint, érted? Igen, csak azt tilos használni, mert elvileg a szerelék közvetlen közelébe kell, hogy legyen. Ha jön a halőr, akkor elveszi az engedélyt. Tehát nem sportszerű. Nem mondd azt, hogy csak brunyálni mentél. Hát igen. Mások is ezzel próbálkoznak, és nem sikerül. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi Berulini, jó? Hallgass meg. A szokásos kis pingpong csatájukat vívják. Na, ez egy sorozat lesz. Szereted őket? Sorozat. Hát attól függ, a retróbbakat inkább kitalálnám, az újakat kevésbé. Az újakat kevésbé. Hát akkor szerintem ez menni fog. Figyelj, hallgass meg, rövid részlet lesz. Köszönöm. Ja. Ó, hát ez. Hát, dúsztom sincs. Na figyelj, mutatjuk még egyszer. Rövid, egy kicsit hosszabbat, valamit vegyünk ki az ajándékot. Jó, kivettük a bögrét, figyelj! Nem megy, köszönöm. Nagyon tipikus pedig. Uh-huh. Nagyon megvan. Tipikus. Megvan, de a neve nem ugrik be. Ja, akkor mi van meg? Főszereplő? Sztori? Az se, semmi. Akkor mi van meg? Hogy mondjam, a ritmus, a dallam az megvan, de ja, az, ja, hogy megvan mit kösek hozzá, az ja. Nincs meg. Hát ha a főszereplőt meg tudnád mondani, én letérdelni kell ötten, mert én sem tudom, pedig rengeteg hát helyeztem. Hát előttem inkább, ne. Na, mindegy. Felhagasd meg még egyszer, figyelj. Figyelek. Ez valami bűnügyi sorozat. Igen, az régi, de... nagyon régi bűnügyi sorozat, így van. Hát ezért tippem lenne. Na. Két férfi egyese? Majdnem, de nem. Ez a tetthely lett, a tetthely lett volna. Tatort. A Derálta és a Tatort volt a kettőnk. Iszonyú jó zene, figyeld. Igen, ez heti sorozat volt, ha jól emlékszem. Ez a beindulós rész, ez kevés. Nagyon fontos, hogy NSK krimi sorozat. Bocs. Ja. Bocsász. De nem is csak német krimi sorozat, hanem NSK krimi sorozat a 70-es, 80-as évekből. Itt maga volt a nyugat, így van. Igen, vasfüggöny mögött. Jó kis tetthely. Igen. Futó lábak. Ezt hát, mutatott végig. Igen, ez a Tatort. Tényleg. Így van, tetthely. Igen. Péter. Hát köszönöm szépen a játékot minden esetre. Örülök, hogy időt játszottam veletek. Nincs nagyon szerencsét, se a horgászatban, se a játékban. Így van, nem baj. Ritkán, de akkor nagyot. Hol hallgatsz minket? Ilyen kis rádión szólunk ott melletted? Vagy fülesen keresztül telefonon? De, van kint egy stégen, most nem a stégen vagyok, van kint a stégen kis rádió, elemről működő, de egyébként headsetem. De nem halkan kell ülni a tóparton, vagy folyóparton? De nem olyan, nem szuperwoofer, nem izé, nem mély nyomó láda. De te csak óvatosan szól. Óvatosan. Jó van. Duruzsol.
Köszi a játékot, vigyázz magad. Na, jó szabít neked, Péter, köszi a játékot. Köszönöm nektek is, szép napot, hello. Hello. Pedig ez nem volt nehéz. Hát igen, egy fiatal korosztály számára talán már nem annyira egyértelmű. Én imádtam a főcímét. A sorozatot utáltam, de a zene miatt ezt mindig. De főcímet megnéztük, kikapcs. Nem volt jó. Tehát én nem szerettem ezt a tetthely, ez valahogy nekem. A Derek az igen. Nem is tudnám, ki volt a főszereplője, vagy hogy hívták a nyomozót benne. Én sem. 2 perccel pontosan 8 óra, jönnek a legfrissebb hírek Ákostól, aztán jövünk Ákos után. 4:09 lesz pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk. Sajnos Gáborral megszakadt a beszélgetés még egy órával ezelőtt, pontosabban fél órával ezelőtt. Már 3-an vártok rá a folyosón. Már 3-an vártak rá a folyosón, így van, igen. De ezt a méregtelenítést ezt megcsináljuk, mert ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, amit ő mond. Na, azt mondja, hogy a tetthely nem volt, hanem úgy tudom, még mindig van. A mai napig létezik már a sokadik főszereplővel, ezt Attila küldte nekünk. Köszönjük szépen. Jó kis tetthely. Bizony, és Rita megírta, Simánszki felügyelő volt a főszereplő, Götz George. És Götz George-ot én rengetegszer láttam annak idén az aktuális Bravokban, meg Poprockikban. Tehát ő menő csávó volt. Mint egy nagyon menő csávó. Na igen. Simánszki felül. Simánszki. Siófokon a 7-es úton trafiznak, ezt Deres küldte nekünk, aztán azt nézem, várjál, kárászt lelők. A szegény, hát nem. Van ott, van. Már nem úgy, hanem lehatítjuk, ja. Ne írja meg senki, egy élő adásban akart a sebességmás kárászt, amit lelőre, mert a távirányított, a tévére tettem, és lehalkítottam. Mert hogy szól itt nálunk közben a mokka. Jobb hiány. Nincs baj a mokkának. Nincsen. Miért baj? Ér jobb ilyen. Háttér televíziózás, aki teljesen. Teljesen jó. 3-as jutva Szikszó közelében Turult Szobalnál 2 lábú dolgozik. 3 lábúval ezt mentős Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Srácok, nem először fordul elő, hogy a hasonló kezdeményezésbe vágunk bele, de én most elindítanék egy nagyon szép és szimpatikus dolgot. Itt van ez a malacpers és az asztalon. Szeretném, ha összeírnánk azokat a dolgokat így külön-külön, de mindenkire Annától kezdve egészen Balázsig, hogy mik azok a dolgok, amiket be kéne dobni nektek egy naponta egy-egy százast ebbe a persejbe, hogy aztán év végén abból a pénzből vegyünk nekem valamit. Aha, ez mindegy is egyébként, nem ez dobni. A lényeg, de nekem is. Ja. Hogy tök jó lenne összeszedni azokat a dolgokat, amik egy nagyon picit azért zavarják a többieket, és egy nagyon picit a terhükre, de tényleg csak egy picikét, egy nagyon picikét, ami után egy százaskát így be kéne dobni ebbe a persejbe. Na jó, de nézzük meg, akkor ez még egyszer kihagyod a tejed. Hogy érted? Tehát de mert megy még ki kávéz. Mi baj lesz? Okay. Mutass egy tejet, ami megromlik 10 perc alatt. Tessék, megy még ki, érted? De nem 10 percekre hagyod. Figyelj, simán elmegyünk egy hét kitelepülésre, és ő azért kihagyja a tejet. Tehát, hogy érted? Olyan jó lenne. Feri például csend, csak fönn kakilhasson az elsem. Nem is van, nem szoktam itt a reggel. Nincs egyenletet. Jól van, na hát emberek vagyunk. Ez mennyire aljas, rohadék vagy. De nem én szoktam ide kakilni. Kérdezd meg ott a kinti kollégát, hogy miért üdít ide reggel, hogy megdögöljünk. Jó, mindegy, nem is. Hagyjuk. Akkor a paré vagy. Valaki egyébként nem tudom ki, valaki tényleg könyörtelen. Tehát valaki vagy otthon tehetné meg ezt ellenünk ezt a merényletet, vagy a családja ellen, vagy fönn, de hogy valaki itt él. Tehát amikor már állok a kávéautomata mellett, és már nem tudok bemenni a budira, azért az... Tehát megmarja a foncsort a tükrön. Tudod, azért most begyűrök egy ezeres, kimegyek, és megcsinálom. Miről szól a dolog? Ha engem valami idegesít bennetek, akkor titeket 100 forintos berakására kényszerítetek, de csak akkor, ha le van írva, és rajta van a listán, hogy ezért neked be. Tehát nincsen adhok, dobjál be egy 100-as, mert idegesít, hogy fehér pólóban vagy, hanem rajta van a listán, akkor bedobhatsz egy 100-as. Hát én nem fizetetek azért, mert mitől van rajtam keki, vagy van rajtam barna, hiszen akkor minden nap fizetnék. Nem. Csinálunk egy listát, amint kifejezetten ezek a tehát, hogy tényleg picit, de azért mégiscsak irritáló dolgok, tulajdonságok, viselkedési vonások vannak, amik jellemeznek minket. És ha ezt megcsinálod, akkor neked be kell dobni a 100 forintot. Tehát te kirakjuk ide, szembesítünk vele, és nincs olyan, hogy durcás vagyok, meg most nincs kedvem, meg nem aludt a gyerek, meg mert hogy hívják, nem ment tegnap a bolt, meg mert be volt zárva a falmászó terem. Mindenki mondhat a másikról 3-at?
Jó, hármat. Zsűjjegyzeteim. Jó, így írj. Hármat. Amiért az a másik a százas dolog. Zsűlt a benti zabálásért már. Egy picit én is felelős vagyok. Érted? Zsűl egy falatot lenyel itt bent a stúdióban, mert ugye ez a Gyulát, igazából a Gyulát irítálja rettenetesen, és a Gyula nevében akkor fölírjuk. Akkor írom, Gyules Kaja. Így van. Zsűl Kaja stúdióban. Na, de várj, a kajálással az a baj, nem az a baj, eszik szegény, elfogy reggel, majd Gyula 10 óra 10 perckor engem hív föl, hogy miért zabálok a pultam, mondom, figyelj ide. Ki az oka? A pulton. Gyula. Írd fel a Gyula. Ha valaki zabál a stúdióban, Gyula, fizes. Nem. Dobjon a Gyula. És mondom, hogy te, hogy nem én voltam. Nem szeretem a Zsűlt bemószerolni, meg nem szoktam. 10-ből egyszer mondom el, hogy figyelj, meg akkor a bagettet evett meg a Zsűlit mellettem a izéből, friss papírzacskóból, azt. Érted? Hogy mondjuk ezeket részben én hozom neki. Tehát, hogy náluk köztünk ez egy ilyen deal, érted, a szeretett barátság. Akkor neked felírjuk a kajahozást. Na, erről lemondhatsz. Tehát Jani, nekem, én a Janinak, Feri, nekem, vagy mindenkinek talán hármat közösen. Egy közös. Jó, ez tessék. Mehet be. Feri, jó, akkor nézzük a Ferit. Zsül, Kaja, Balázs, Tej, ezzel már meg vagyunk. Jó, Feri. Akkor nagyon, egyes kaki. Nem, én a Balázs... nagyon hosszú sztori felvezetése egyes... az adásban, az évszázad sztoria, ami aztán egyáltalán nem jó. 200 forint Ferinek. Jó, tehát nagyon hosszú sztori. Nagyon hosszú sztori felvezetése a rádióban úgy, hogy a csattanó az egyáltalán, ne, egyáltalán nem olyan erős. Érdekes mint... módon írtak rá emberek. Mire? Igen. Hát ez a tegnapi sztori. Olyan sztori, olyan gyereket. Hát, olyan, hát én már letettem előre a hajamat, már begomboltam a slicemet. De nem gomboltad be, ez volt a baj. Ha csak elkezded azt, hogy hogy vagy sehogy, a hogy vagynál már csörrenne. Hogy? Amikor azt mondod, hogy hogy már, nem, már hogy, hogy sem. Most hogy vagy sehogy, mi van veled semmi, ennél szarabb dumát, nem tudok elképzelni. Az jobb volt tegnap reggel kezdésnek, hogy semmi nem történt velem, otthon ültem egész hétvégén. Nem, a sztori jó, csak mondd a gyerekek, láttam, hogy vasárnap itt, hogy dolgoztak a Margitot, ez olyan sztori van, gyerekek, megőrült, mondd már, na, mondd, mert nagyon érdekel. Dolgoztak. Mondjuk azért szerintem. Letettem a hajamat. Százezerek porzánlánk, hogyha nálad ezt a gyerekek. Ha ezt, basszus, én nem hallom tőled, én már megőrülök. Jó, írd föl, tessék, írd föl. Balázsnak, jaj, gyerekek. Ismerő, adásban, jaj, vagy adáson kívül. Jaj, gyerekek. Adásban, adásban. Egyébként igen. Jó, írd föl. Jó, én meg vagyok, nekem egyes a kaki, okay. Kettes a nagyon hosszú felvezet, és hármas a hogy vagy sehogy. Jó, te meg Balázsnál vagy. Tej, jaj gyerekek, mi a harmadik nálad? Nyomorúságos tejér, ha nem teszem vissza, tegyek be 100 forintot. Jó, a tejbe rakok. Várjál, de mondta, nem úgy általában ez a tej. Oké, eszek a mézből, mondjuk, hogyha Balázs evett a mézből, akkor azt mindenki tudja, hiszen már ahogy már húz, jössz kifelé a szobából, és a padlószőnyeg rárakad a lábadra. Jó, méz a harmadik? Nem, mert ezek a kaják, ezek szerintem így ámblok, tehát hogy a kihagy valamit úgy, hogy kivette a hűtőből, aha. Lekvár, méz, tej, lekvár. Akármi, akkor fizet. Jó. Tehát minden, ami kaja, azt fölírtam neked egyesen. Jó, tej, tehát ha biztos módon eszem, akkor fizetek. Jó. Gyerekek, én fogok becsengetni megint. A legtöbbet, aha, egyébként jó. A kasszámon. Kettes. Jaj, gyerekek, hármas. Figyelj, jó, akkor itt van a Balázsnál a harmadik, a megint engem bántanak a legjobban, ti persze csak ha nézék vagytok, a nevető második és harmadik, picit sajnáltatom magam. Megint én, csak ennyit igen. Írtam, jó? De az egyébként jogos, hogy én vetek föl valamit, behozok egy témát, de. Én vagyok a kvaddal az erdőben járó, az erdőt és a természetet jó, nem kímélő, nem kvadozom, életemben nem kvadoztam, és abból jövök úgy ki, hogy én vagyok az, aki egyébként tönkreteszi a természetet, holott nem járok kvaddal, természetet életemben nem kvadoztam. Csak annyit ír el, hogy Balázsom Ártír. Ti mennybe mentek, ti a legjobbak, a jó szülők, a természetjárók, az emberkedvelők, a szeretés, én vagyok a nagyképű, a kvaddal természetben járó. Egy szuszra mond végig, mert ha újra kezded, még egy százat. De komolyan, ti állandóan minden megszállásban mennybe mentek, én képviselem azt a vonalat, ami jó, itt van 200, tudod, adok egy ezrest, és 8-ig tolom, vagy 9-et. Nem, ilyen nincs. Nem, előre nem fizetünk. Csak alkalmanként egy százas, ne legyen az egész sztori bagatellizálva, meg ne halljon el, csak ezért. Karácsonyig fogjuk gyűjteni, szép összeg lesz, majd odaadjuk valakinek, grátis. Tényleg. Kinek adjuk oda? Itt a garami, a piros, mindenki kivesz ebből állandóan. Tehát én dobálom be, és Juli. Én tömöm őket pénzzel, meg a gyerekeiket, érted? Ha még egyszer nem vesz melltartót a Juli. Juli? Hát se vettem észre, hogy nincs rajta melltartó. Igen, nincs rajta melltartó. És ez baj, vagy nem baj? Melltartó. Annához nem írtunk még semmit, és mondom csak halkan, hogy Janihoz sem. Janihoz nem írtunk semmit. Hallgatom. Az a baj, mindenért fizetésre kényszeríteni. Ennyi év után már mindenért fizetésre kényszeríteni. Legyetek könyörtelenek. Én sem voltam most, én sem bántam veletek, most kesztyűs kézzel.
se Mártir Balázsjal, se hogy hívják a Kakimanóval. Alteszverivel tudom, hogy Kakimanó. Kakimanó. De olyat nem ilyen rám fogja, mint nem én vagyok. Persze. Micsoda? Én egészségeset kapilok, nem ilyet. Ennyi, a húsevő cigis, az nem tud egészségeset kapilni. Egy húsevő cigis, az ott marja. A vegásoknak marja üdöse. Ott marja foncsor. Az rothadó izék, rothadó zöldségek vannak benne. De hogy nincs könyörtelen a húsevő cigisnél. Ja. ott felsír a fajanzat. Na, mit írjunk a Janinak? Tessék. Annyi mindent tudnék írni a Janinak. De, na, könyörtelenül. Mit mondjak? Gyerekek. Jaj, gyerekek, dobnom be. Van írva, jaj, gyerekek, itt van. Mi van, nincs fizú emelést kértek? Vagy most mit? Ne, ez nem a miénk lesz. Mennyit dobsz? Ilyen százas. Ja, jó, oké. Megnézem Zsűnek az acskóját. Mennyit kell dobni? Megettem. Százas kell dobni, nem? Na. Én a rendrakásért, amikor kiveszi a kezedből a még használatban lévő bögrét, azért simálok. Nekem azon egyáltalán nincs bajom. Ugye? Szereted, hogy elpakol? Hát akkor azért nem. Úgy pakol, hogy én már nem vagyok ott. Tehát, hogy... Jó, na, még egyszer vége láthatatlan sztoriba kezd bele, amikor ülünk az értekezleten, és valaki bedob egy filmet, tegnap bedobta a Laci, nem tudom milyen filmet, és elkezdte mondani még az 50-et, már elmenekültél, mentél az RTL-be. Igen, a Balázsok jó érzéke, ahol elmenekültél. Jó érzéke, hogy gyorsan elmegyek, amikor elkezdtek ilyen, sehol, soha véget nem érjük, dögudalom a sztorikat mondani, mindig lelépek. Ebből ehhez nem vagyok elég. Jó, akkor nálam mi hosszú sztori, vagy mi? Ne, azt hittek, hallgatok, az jó, hogyha még egyszer Jani azt mondja, hogy is hívják. Hogy is hívják, te egyébként tényleg. Jogos. Tényleg jó. Kézkrém, kézkenés, azonnal 100 forint. És srácokat szárad a bőr. Nem érdekel. A nyomorúságos kézkenésedért azonnal tegyél be 100 forintot. És a hosszú sztori? Reggel vidáman 6-kor bejövök, és Jani, mint egy morgós házmester, elmond valami, hogy miért nem tudtam megelőzni. Bocsát, ki jön be vidáman reggel 6-kor? Menjél már francba! Kicsoda! És jönnek ez, a két öreg papperral beülök, és ezek a megsavanyodott ilyen félsztoris, ilyen nem tudtam megelőzni egy bringás, és itt hallgatom hosszal, és az élettől is elmegy a kedvem. Balra kielőzök, lehagyom, megyek tovább, és 10 percig beszélünk. De nem tudtam kielőzni, mert teljesen kiszámíthatatlanul ment jobbra, balra, kacsára, az a hogy is hívják, basszus, tata. Az, hogy azért nem jó, mert erre tudsz kapcsolni adás előtt, hogy ezt nem mondod el. Tehát olyan kell, amit reflexzerűen nyomsz egyébként, mint ahogy én belemegyek ebbe a jaj gyerekekben. Mennyi van a Janinak? Kettő? Nem. Hogy is hívják, és a kézkrém eddig ez a kettő. Bármilyen dobozt összegyűjtesz, kivetsz a szemetesből, elmosol. De ha meglátom, hogy a turkász az én szemetesembe... Akkor most nem menjél be egyébként, mert hogy Balázs kibontott egy műzlis poharat. Beteg vagy. De ez a te ökológiai lábnyomodat csökkenti, hogy a szemetesben, a vadidegen szemetesben turkál, és kiveszi a joghurtos dobozokat, és lemossa a tetőt, kimossa, töröv, elhasznál egy csomó vizet. Most szedtem ki a szemetesből, hogy szemetesekbe turkál, tudod, hogy kényszeresség. Ez nem természetvédelem. De az miért zavaró neked? Mi, hogy turkál az én szemetesembe? Hát turkáljon. Hát mindig is oda ott megy, és mindig térdel a szemetesből. De igen, az így szárnyúd mellett, persze, ahogy neked. De te úgyis kidobtad, az már tök mindegy annak a szemétnek, az már téged nem kell zavarjon. Hát azt most ne írjuk már föl neki, hogy ő az egyetlen. De valamit elkezdtél, hogy azért, hogy? Hát a régi sztori, vagy a hosszú sztori, akkor azt beírjam? De várj, akkor is tele fogjátok mérni? Igen, 2 perc. 30 másodperc. Figyelj, én fogom mérni magam, elkezdek valamit, és 30 másodpercnél... Én már és az elején érzem, hogy dobjál be. Világháborúban a D-Day-nél... Mi van? Ez az aluljáróból följöttem, és ott szembesültem, és a reggel az élettől is elmegy a kedvem történetek. Ne adásztorit már. Jó. Akkor Janinak egyelőre 2 van. Hát most... Jó. Ő a tökéletes ember? Nem, Feri, mert... Most nehogy azt mondta, hogy mert te nem itt kapkíz. Eszembe jutott, hogy basszus, a Ferének egyébként az asztalára már nem lehet letenni egy kulcscsomót sem. Nagyon jól állok. Aha, abszolút. Igen, ott de most az miért zavar téged, hogy az én asztalomon van? Dobjon be, Jani, minden nap 100 forintot a Samsung telefonnal jön be, tessé, mert ez rohadt. Adom már! Vakit itt ezzel. A rohadtul vakit az itt a Samsung telefonoddal érted, akkor dobjál be 100 forintot azért. Julinak mondom, gyerekek, az elintézem. Többet vagyok veletek, mint a saját családom. Ez nem egy házasság egyébként, ha tetszik, hanem ez jó, mert ezek kicsit kimondatják velünk azokat az elfojtott, ki nem mondott problémákat, mert nap mint nap szembesítünk, és egymás agyára megyünk, és mégis bekapcsoljuk azt a rohadt piros gombot, és azt
toljuk, aha, hogy új, de jó, de közben azért kicsit mi megöljük egymást itt minden reggel. Nem lehet, hogy a családod már menekül, és azért vagy velük kevesebbet. De ne, napi 4 órát hol vagy te a családoddal? Simán. Nem, most nem úgy értem, de anyáddal, érted, ja, szülőkkel, ja, tesókkal, hát többet vagyunk együtt, mint a nagyobb értelemben vett családunkkal. Hát most nyilván a gyerekeimnél nem vagyok többet veletek, hál' Istennek, és ölnénk egymást. De hogy mit tudom én, a szüleimnél... Elvihetnél néha kirándulni bennünket tényleg a Janival. De azt kérem, hogy csak veled a Julinál beírhatjuk azt, hogy Balázs, hát elintézem, jó, ha megjegyeztem. Nem kell? A Juli, mert erre ki vagy akadva, csak azért. Annához egy rohadt mondatot nem írtunk. Hát várjál csak. Annához semmit nem írtunk. Bejövök és elkezdek egy olyan sztorit, ami nem kapcsolódik a témához. Jó, tudom, hogy nem kapcsolódik hozzá, de... Ez Anna? Igen. Anna. Jó, gyerekek, megvan egyébként a Janinál a harmadik, a megszólalásokról való lecsúszás. Nagyon szép. Az, nagyon az szép. Igaz. 100 forintocska. Az eleje. Jogos. Jogos. Jó? Jogos. Én megmondom őszintén, én nem szívesen hadok itt egy rádióműsor kedvéretek készülve belévő kapucsinomat. Tudom, hogy itt vagytok kettel. Értem, még habosodik az a tej. De, csak mondom egyébként, Balázs azóta kezébe szorít egy marékopró. Gyerekek, én felkészültem, a gyerekek, mondtam, hogy gyerekek felkészül. A gyerekekért dobnom kell? Felkészül. Nem, jaj, nem. A csak a jaj, gyerek. Jaj, gyerekek. Na. Viszont van egy témánk, egy fantasztikus témánk. Fölírtuk mindenkiért, csak még vágjunk bele, mert pont el tudom mondani, és utána tudnak SMS-t írni a hallgatóink fél után. A másik témájának a lesöprése az asztalról. Jó, hát ebben nem volt több, higgyetek el. Na, a belső ritmus érzéke az nektek bőven nincsen, egyáltalán nem értetek ehhez, de én fejben szerkeztek, és tudom, hogy ebben nincs több. Jó, tehát ti csak sodródjatok velem, és élvezzétek azt, hogy itt vagytok velem. Na, van egy oldal, ami a virtuális bakancs listát elemzi, és a virtuális bakancs listádat írhatod föl, és ez nekünk most egy nagyon jó kutatási alap lehet. Ez az oldal arról szól, hogy mindenki ugye álmodozik valamiről, és állítólagosan a meg nem élt, ki nem élt, ki nem mondott vágyak, azok a tudat és a tudattalan tudat alatti megrontói. Tehát tönkreteszi a szervezetedet, rombolja az egészségedet, tönkreteszi az immunrendszeredet. Ha van egy csomó dolog, amit te nem mondasz ki, nem élsz meg, és elfojtod saját magadban. Van egy virtuális bakancslistás oldal, egy weboldal, ahol a titkos vágyaidat teheted közzé, ami arról szól, hogy ha neked van valamilyen titkos vágyad, akkor legalább ki tudod magadból írni. Hmm. Nem biztos, hogy ott valaki olyannal találkozol, aki neked azt megoldja, nem biztos, hogy valaki olyannal jössz össze, aki segít neked megoldani ezt a dolgot, vagy végrehajtani, de legalább ki tudod magadból írni. Tehát a lelkednek jó. A lelkednek elejjelte. Jó, hogy te ezt így felraktad egy oldalra. Nem tudom, miben más erre az oldalra feltenni, mint leírni egy papírra, de mégis azt mondják a nagyokosok, hogy írd ki magadból, az már fér siker. Majdnem megvalósítás szintem van a dolog. Regisztrálni kell? Na, hát azt nem tudom, ez egy amerikai oldal. Hát azért az nem minden. Várjál, azért nem mindegy, tudod. A Vadon János kukac, tudod. És mellett. Igen. Nagyon. Na. Na, és végezzünk egy közvélemény kutatást, és nézzük meg, hogy én ezeket nagyon szeretem, mert azért mégiscsak elérünk egy, mint amilyen így reggelente, 1,5-2 millió emberhez. Hogy hallgatóink, ha most leírhatják egy SMS-ben, hogy bennük mi a leginkább elfojtott vágy, amit még nem tudtak megélni, még nem tudtak kiélni, még nem tudtak megvalósítani, az miről szól? Utazásról? Párkapcsolatról? Szexről? Kipróbálni bizonyos dolgokat? Kipróbálni hármasban? Félrelépni a feleség vagy a fér mellett? Elutazni és otthagyni a családot és elmenekülni egy hónapra egy lakatlan szigetre? Név nélkül írjátok nyugodtan, azon vágyatokat, amit még magatoknak sem mertek bevallani, de valahol azért néha felötlik és ott motoszkál, és abban benne van az. Egy hétre ott hagynám a két gyereket, mert megőrülök tőlük, és elutaznék valahova, akkor írjátok le nekünk. Nézzük meg, hogy mit folyt el a magyar lakosság magában. És természetesen, Laci, ami szerkesztőnk nem fogja összegyűjteni majd későbbi megszólalások céljából egy folderbe, hogy oké, okay, közveszélyesek, telefonszámok, látensek, telefonszámok, agresszívek, telefonszámok. Nem adjuk ki. Nem tovább. Természetesen nem. Nem kötünk össze senkit senkivel. Ezért csak kíváncsiak vagyunk arra, hogy aki most autóban ül, rádiót hallgat, otthon van, kocsiban, munkáján, iskolában és bennünket hallgat. Mit folyt el, mit nem élt meg, vagy mit nem mert megélni? Mert ugye az elfojtott vágyak nem mindig arról szólnak, hogy nekem nincs lehetőségem elutazni, mert nincs rá pénzem, hanem nem teszel meg valamit, mert nem vagy elég bátor, elfojtod magadba, nem vallod be magadnak, nem mered kipróbálni, nem akarsz felrúgni bizonyos dolgokat. Tehát nem csak olyat írjatok, amire nincs lehetőség, de megtennétek, hanem amit elfojtotok magatokban, de szívesen megélnétek. Mit rögsz? Semmi. Már eszedbe jutott? Írnál? Én nagyon. A gyerekek, mindenki tudna írni. Legyünk őszinték. Hát most ez egy nagyon őszinte műsor lenne, és senki nem hallgatna bennünket, hárman beszélgetnénk, tudnánk erről beszélni. Nem? Mindenkinek vannak ilyen vágyai. Na, hűj bele Balázs székébe felé.
Ezen nem már vagyok. Hittem ott? Hittem már ott? De nem utána. Kipróbáltad most kipróbáltad. Nézzük meg, hogy miről szól a leginkább az elfolytásom a magyar tudattalatiban. Szexel kapcsolatos elfolytás? Egzisztenciával? Utazással? Pénzzel? Jó autóval? Három nővel? Anyalányával? Miért kanyarodok ide mindig vissza? Igen. Mert ezt írják a legtöbben. Illetve vagy például anyalányával. Nagy mellővel? Kis mellővel? Három mellővel? Három nővel? Nyolc nővel? Anyossal? Feleséggel? Ja, az ugyanaz. Olyan vagy, mint gombócartúra csokoládéval. Jó, tényleg, írjatok nekünk SMS-t. Bárhol vagytok, gondoljátok át, egy pillanatra szem lecsuk. Kormány elenged, megáll, piros lámpánál lehetőleg. Nők, anyák, férfiak, 50-esek, 60-asok. Mi az, amit elfojtotok magatokban? Mi az, amit szeretnétek megélni, ha lenne elég bátorságotok? Halljatok nekünk, mi mindenkit megértünk. Írjátok meg. Amint tudunk segíteni. Minden van otthon, csak kevés. Ezt is elmondom. Nézzük meg, jó? SMS számunk 0670-645-00-00. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos híre után. 3:49 lesz pontosan. Persze, hát gyerekek, most bekapcsolom, maradt volna a mikrofon. Bizony. Most mi lett volna? Itt mindenki mondott mindent. Egy erkölcsi fertő volt a stúdió. Undorító vagy, Feri. Fúj! Tényleg komolyan, én sok miatt hallottam, hogy ide, hát azért komolyan mondom, tényleg, az eszem megáll. Fröccsögött, mi? Ez eszem megáll, hogy mi maradt jönnétek te fejedben. Ti is, jönnétek úristen, ti is, csak nem mentétek vállalni. Miket folytasztál, és az a kecske, hogy kerül a nem is értem. Na, egy nagyon érdekes kísérletet végzünk, ami nem feltétlen a szexuális elfolytott vágyakról szól, azért ezt mondjuk. És kérjük hallgatóink is, hogy vegyék komolyan, mert maga a kísérlet szerintünk baromi jó. És arról beszélgetünk, hogy van egy amerikai oldal, amikor is te leírhatod az elfojtott vágyadat. Miről szól az elfojtott vágy? Vagy nincs lehetőséged megcsinálni, vagy nem mered megcsinálni, vagy nem mersz kilépni tulajdonképpen a hétköznapi keretekből, és nem mersz valakinek beolvasni, elküldeni a főnöködet. Te feltöltheted ide, hogy mi az, amit még nem értél meg. És végzünk egy kísérletet. Arra kértük hallgatóinkat, hogy tényleg egy pillanatra vegyék komolyan a mi idézőjeles műsorunkat. Nehéz minket komolyan venni, de hogy végezzünk egy komolynak tűnő kísérletet. Gondolkozzanak el egy pillanatra azon, hogyha egy igazán őszinték magukhoz, és ez a legfontosabb, hogy nem hozzánk kell őszintének lenni, hanem magatokhoz. El lehet bagatelizálni, aki hülyeségeket ír, az hányt. Ez teljesen egyértelmű. Nem tudom, mesztelenül kilövetném magam a názával, meg nem tudom, persze értem, de jönnek igazán direkt bagatel SMS-ek, az egyszerű hárítás. Most te viszont nem érted meg a mesztelen űrkivlést. A mesztelen űrkivlést, igen, de a szurikátákat tenyészteni egy farmon mesztelenül, tehát nem mondjuk már, hogy valakinek tényleg az elfojtott vágya. Tehát ő próbál hűlni. De nyilván mindenkinek van tényleg. Egy olyan dolog, amit vagy még magadnak is félve mertél bevallani, vagy a környezetednek egyáltalán nem mered bevallani, elfojtod magadba, mérgezi a lelked, ez lehet, hogy bevernél egyet a főnöködnek, hogy elmennél a férjeddel egy hétre, hogy kiosztanád a munkatársaidat, nyilván lehet szex is, mert megbeszéltük itt azért a híreket, hogy a legtöbb elfojtás valószínűleg a szexel kapcsolatos. Párkapcsolat, szex, ugye hát egy csomó mindent az ember nem tud kiélni, megélni, mert a férje, felesége nem biztos, hogy erre vevő. És azt kértük hallgatóinktól, hogy írják meg nekünk, hogy ők mire vágynak, ha egy dolgot feltölthetnének erre a bizonyos virtuális bakancslistára. Mi az az egy dolog, ami az ő elfojtott vágyuk? Vagy amit a legszívesebben megtennének, ha megtehetnék? Van kimutatás már erről a bakancslistáról, hogy miket töltöttek? Nem, ez csak egy témaindító cikk, nem szedték össze, hogy a legtöbb amerikai ezt vagy azt szeretné, nincs összesítés, nincs egy ilyen statisztika, hogy a legtöbb amerikainak utazással kapcsolatos, vagy párkapcsolattal. A kívánság egyszerűen csak ide kiírhatott, tehát ez egy jó geg. Tök jó lenne, hogy az egész nemzetnek lenne egy ilyen, itt kormány.hu-n lenne regisztrál, és év végén kihúznának egy embert, tudod, a regisztrálók közé, és annak teljesíteni. Tudod. De hogy így egy embernek az országból. Egy hát, magyar hát embernek. Hát húzzunk mit, tessék. Hogy teljesítsünk egyet? Igen. Picit félek, hogy velünk kapcsolatos a kérés. Isten. Sose baj. Sose baj. Mi arra az SMS-re gondolsz, hogy Balázs az álmom, hogy reggelig szeretkezünk, aláírás Béla? Nem, ezek azért nem szellemesek most, mert ez már százszor elsütötte mindenki, igen, meg ez jó, meg nem igaz, üdv Józsi, Balázs a szexelni, ha óriásit nevettünk egyébként, tehát sírtunk rajta, annyira vicces volt. De tényleg mindenki vegye ezt egy kicsit úgy komolyan, hogy ír nekünk olyan dolgokat, ami
ami valójában az ő vágya, és rengeteg SMS jött, mindjárt elkezdünk belőle szemezgetni, mire vágyik ma a magyar lakosság nagy többsége, vagy a hallgatói nagy többsége, mindjárt kiderül. Egy olyat elmondok, ami egy picit olyan, úgy tűnik, mintha Balázs egyik ötletének az elorozása lenne, de én nagyon komolyan mondom nektek, hogy én tényleg régóta vágyom arra, sokszor álmodok erről, és hogyha ha nem félnek attól, hogy mondjuk összefutok embertől, én például tényleg tök szívesen mászkálnék a természetben kint mesztelő, te egy erdei úton, vagy ilyesmi, de úgy, hogy nem csak egy 5 percet, vagy 10 percet, hanem tényleg sétálni 1-2 órát úgy, csupaszon pőrén, a természetben kint, hogy nem fut velem senki össze, tehát nem jön szembe egy tájfutó, ezt valaki nem kanyarodik el. Hát ezért, mert hogy érted, megjelenik mellettem egy papama, a gyerekek ott, tehát és azt mondom majd, hogy srácok, nem folyat elhívni, mi történt a hétvégén. Hát van ilyen, Jali, országos kék túra, azt mások pont is használják. De ez még egyébként egy simán megcsinálható dolog. Hát nyilván egy Lajos forrás mellett csináld meg, hát, vagy rám szakadéknál. De ja, rám szakadék, elnézés. Bocsika, ereszkedem, kicsit vág a beülő, de hát azért ez simán meg lehet. Ez nem egy akkora dolog, hogy messzelenre levetkőzöl, és sétálsz egyet, hogy kifekszálltad, és csak elhagyatott rész van, ahol azért ezt meg lehet csinálni. Jó, de én a békét értem, a szarvasárdaig szeretem. Ez nem az elfojtott vágyakról szól, ez csak a bátorság hiánya. Ez nem azért nem csinálod meg, mert ez egy elfojtott vágy, hanem mert egyszerűen... Tehát egy gyáva vagyok? Vagy tehát, hogy a félem... Kukirigy. Kukirigy. Ja, hogy irigy le másokkal a látható. Igen. Na, gyerekek, nézzük, mit írnak hallgatóink, jó? Hogy ki mire vágyik, csak szemezgetés tényleg, mindenféle statisztika nélkül. Kikötném az exem egy székhez, addig ütném, amíg választ nem kapok az összes kérdésemre, írja egy hallgató. A főnököm lányát szeretném elkapni. Azt mondja, hogy 58 éves vagyok, még nem ültem repülőn, feleségem szeretne Párizsba utazni, de én félek a repüléstől. Kocsival nagyon messze van, mondtam, menjen nélkülem. Ezt Béla küldte nekünk. Nekem az a vágyam, hogy két nővel lehessek együtt. Jó, a műsor, állandóan titeket hallgatlak, üdv István. 48 éves férfi vagyok, sajnos a punciból kevés jutott. Oh. 48 éves vagyok, és őszinte. De jó fej van. Hát jó, egyébként jó, nincs ezzel baj, ezt ki lehet mondani. Azt mondja, hogy a bakancsista elején az lenne, hogy az első, hogy befejezem a házam renoválását, már unom, 15 éve csinálom, sose lesz kész, olyan, mint a 100 éves háború. Attila írta nekünk. Elfojtott vágy, kérdezi egy hallgató, elmagyarázni a feletteseidnek, hogy a saját hülyeségét ne kenje rád, és ne rajtad kérje számon. Elmagyarázni neki, hogy mekkora hülyeséget beszél, ja, és ezt végre nem virágnyelven diplomatikusan, hanem úgy, ahogy ő teszi, ami irányunkba. Írja egy hallgató. Szerintem ez sokak nevében írta. Nagyon sokan vannak így szerintem, akik féltik az állásukat, félnek a retorzióktól, és egyszerűen ezért nem. Pedig szerintem sokkal jobban is működne a munka kapcsolat. Két gyermekes anyuka vagyok, 18 éve leszünk együtt a férjemmel, mert soha nem voltunk kettesben, egy hétre vágyok, hogy csak mi kettesben legyünk. Kérlek benneteket, olvassátok, mert most kicsit rosszban vagyunk. Nagyon szerettem, ő az életem, Kardosné. Aláírta, de akkor beolvashatom a hát legalább így most már tudják. Igen. Azt mondja, hogy 29 éves normális átlagos életet élő nő vagyok, szüleim szemében szent, kicsi lányok, normális párkapcsolatokkal, felnőtt mércével, normális pasikkal, de nagyon vágyom hármasban szexelni két férfivel. Érdekelne, hogy a nők hány százaléka él ezzel a titkos vágyal, anélkül, hogy bárkinek is beszélni mernének róla. Hát, amit eddig beolvastál, az 70% szex volt egy erőszak. Igen. És utazás. Igen. Tegyük hozzá, hogy a nők megítélése más szempontból, más ebből a szempontból, mint a férfiaké. Szerintem két dolog van, amit mindenki elfoly, tényleg a szex és az erőszak. A legnagyobb elfolytás. Illetve a koffidisz, ahogy látom. Ez az A betű. Hányszor érzed azt, hogy verekednél? Hányszor érzed azt, hogy agyonvernéd? Hányszor érzed azt, hogy egy baseball ütővel kiszállnál a kocsiba, és ha nem lenne következménye a dolognak, akkor addig ütnéd őt és a motorháztetőt és mindent. Ezt egyszerűen elfolytod, mert hogy közösségben élsz, és nyilván megvannak a hátrányai, illetve a következményei. Hatalmas farmra vágyom, tel is tele vikunyákkal. Azánya úr, tedd itt a vikunya biznisz. Ezt meg tudjuk érteni. A vikunya, a jó öreg vikunya biznisz, igen. Na nézzük még, milyen SMS-ek vannak. A nagy része egyébként szeret. Takarítok budai úriasszonyoknak. Sokszor érzem, hogy most van az a pillanat, amikor ordítok, és saját villájában jól megverem. Ja, és ha többet nem megyek, mert betelt a pohár, a kitakarított lakás közelébe elvégzem a nagy vicc. Jaj, de meg tudnám ezt csinálni, és én szívesen megtenném. Van kivétel, köztük is, írja nekünk egy hallgató. Jött egy nagyon helyes, dadogok. A vágyam, hogy egyszer be tudja mutatni a barátnőmet másoknak, ha találkozunk az utcán. Nagyon cuki. Vagy, hogy egyszer azt úgy tudjak pizzát
rendelni a pizzériába, amit szeretnék, és ahogy szeretnék, írja egy hallgató. Ez cuki egyébként, nem? Hogy őt adok, és hogy neki ez van, hogy ez milyen jó lenne elmondani. Ha lelkiismeret furdalás félretlenül lehetne tenni, akkor a tinikori szerelmemmel töltenék el egy éjszakát. Két gyermekes, boldog házasságban élő anyuka vagyok. Ugye? Hm. Ez is ilyen érdekes, hogy rossz vagy attól, hogy te erre gondolsz egyébként, hogy szereted a férjed, de lehet, hogy valaki mással telefeküdnél, nem feltétlen. Nem? Nem. Ráadásul meg se csinálja. Meg se csinálja. Persze. Meg ez egy fantáziálgatás, semmi más. Igen. Az én vágyom, álmom, hogy a szomszéd 60 év feletti néni, mik néha, amikor bulizunk, hangos a zene, hálóink helyett vegyen fel ruhát, mielőtt átjön szólni. Mert az ijegységtől nem szoktuk megtalálni a halkító gombot. Remélem, hogy valahogy valaki a tudomására hozza, és teljesíti a vágyom, ezt Edit küldte nekünk. Boldog kapcsolatban élek, de kipróbálnám, milyen lenne egy nővel, minden téren hetero vagyok, de kíváncsi, írja nekünk egy női hallgató. Pucéran utazni egy kukás autó tetején, ez nem te vagy, Ani? Nem te írtad be ne, ezt. Ne, pucérság és kukás autó pedig a kettő nagyon összeállt. Berecki Zolival eltölteni egy éjszakát, nagyon jó pasi, ez Gyöngyi küldte nekünk. De beteg. A Berecki? Miért? Hát ennek valakinek bejön. Miért lenne beteg? Hát hány hétköznapi nő álmodozhat el a pasikról, a Beckhamről, a Brad Pittről, nem? Tehát biztos, hogy nagyon sokan gondolják még egyébként szex közben is a párjuk helyett. Nem? Megcsalás? Hát közben hogy lenne másra gondol. Hát ez egy elérhetetlen dolog. Hát hogy megcsalás? Lenne megcsalás? De gondoltál te más nőre, mint akikkel valahol? Nem, csak kérdezem. Ja, nem, megcsalás, nem megcsalás. Hogy mondanál, bevallott-e nekem, hogy az esetek 50%-ában ti anyitott Csabára. Nagyon szeretnék két férfival szeretkezni egyszerre, így egy hallgatók. Júli, hello, jó reggelt! Elfojtott vágyak! Nincs a rajta férfiaknál... melltartó, csak mondom. De van. Igen. A férfiaknál erőszak vagy szex, ez kiderült. A nőknél mi leginkább? Párkapcsolat? Szerintem az. Aha, igen? Szexuális. Szexuális? Ennyi mindent elfojtunk. Nem, szerintem egyébként, tehát nekem például amiről tud róla, hogy nekem mi. Úgyhogy idén bicikli helyett születésnapomra. Azt kéred? Meg is kapod? Hát megbeszéltük. Gyerekek, hát ez a legjobb, amikor két ember ezt meg tudja egymással beszélni, és a másik nem féltékeny lesz, hanem azt mondja, hogy rendben, ha téged ez boldoggá tesz, akkor én azt teljesítem neked még úgy is, hogy lehet, hogy nekem ki kell lépnem a komfortzónámból. Ez nem egy rossz dolog. Ez az, az igazi szeretet. Ezért dolgozik egész nyáron 12 órát. Nehogy véletlenül legyen. Nem az az igazi szeretet, amikor valami olyat teljesítesz, hogy önmagadon kell túllépni? És nem birtoklod, hanem azt mondod, hogy megadod neki, amire ő vágyik? Az igazi szeretet a részéről, hogyha olyat kér, ami téged bánt. Azt mondja, hogy, hogy azt mondja a feleséget, hogy ő szeretne lefeküdni még igen? egy pasival. Ez mondjuk abban az szempontból nem jó, hogy te ezt élveznéd, tehát mondtad, hogy megnézed, szívesen megnézed a dolgot. De érted? De akkor, akkor az a te komfortzónádból való kilépés, hogy megengeded. Hát szerintem a szeretet az arról szól, hogy mindent megteszel neki a saját magad rovására, és nem birtoklod. Tehát... De neked rossz lesz tőle, nem? De neked meg rossz lesz tőle. Rossz lesz tőlem, de az igazi, de azért lesz rossz tőlem, mert rosszul gondolsz rá. És ha úgy gondolok rá, hogy neki jó, akkor megengedem? Tehát az igazi szeretet az nem arról szól, hogy nem birtoklom, és azt mondom neki, hogy szeretlek, ha ezt megteszed, és nem teszed, és nem szeretlek, ha ezt megteszed. Az igazi szeretet arról szól, hogyha te ott abban az adott pillanatban valakivel boldog vagy, akkor az nekem is boldogság, hiszen szeretlek annyira, hogy nem szabályozlak egyébként. Csak ezt senki nem tudja megvalósítani, mert az, ennél, az ember ennél gyarlóbb. De az, mit csinálsz a párkapcsolatoddal? Birtoklod. És azt mond neki, hogyha a szabályrendszeremen belül viselkedsz, akkor szeretlek. Akkor szeretlek. Aha. Ha megcsalsz, mert valakivel egy pillanatnyi boldogságot éltél át, akkor nem szeretlek. Miért? Mert nem tartottad be a szabályrendszert. Uh-huh. Holott, pedig neked jó volt, örülnöm kéne. Holott egy igazán magas spirituális elveken működő párkapcsolatnak, nem azt mondom, hogy bárki lefeküdhet bárkivel, és ez most senki ne fordítsa, így ez egy nagyon egyszerű világnézet lenne, uh-huh. hanem azt mondom, hogy ha neked jó volt, és te ott megélted a pillanatot, és te ezt elmondtad, és te ettől több lettél, és ezt nekem elmered mondani, és nem volt benne lelkiség, nem viszonyod volt, nem hazudtál nekem, akkor arra megpróbálok nem féltékeny lenni. És ez baromi nehéz, mert akkor már igen. viszont nem birtokollak, hanem szeretlek úgy, azzal, azáltal, ami téged boldoggá tesz. Ez az igazi. Hányan fognak most ezzel a dumával hazudni? Ne, ezt én sem tudom megvalósítani, de az igazi emelkedett szeretetek, erről kéne szólni. Júli. Van egy ismerősöm, akit a barátnője most elvitt lingam masszázsra. A barátnője fizette be. Aha. Próbálja ki. Mi a masszázs? Lingam masszázsra. Linga, ling, ling, long. Művészi. Long. Finish. Happy finish. Igen, de művészi. Tényleg hosszú időn keresztül. És a barátnője vitte el a pasit. Barátnője vitte el a pasit.
Hát az nem... De... a masszázsról? Nem arról van szó, hogy a végén. Kapajból azt viszontlátásra. Hát ez egy rendes masszázs. És hát annak a vége nagyon jó, de igazából az csak, hogy is mondjam, az csak haba tortán, az egy félórás masszázs. És a barátnője is ott volt? Nem, de tulajdonképpen ők azt mondta, hogy együtt választották ki, hogy ki lesz az a hölgy, aki majd megmasszírozza az ő párját, és akkor azt mondta, hogy ő nem. Jó, ez is érdekes egyébként, igen. Jó, de te nem mondod el. Jó, megállapíthatjuk, hogy hallgatóink nagy részének azért a vikunyákon és a főnök arconverésén túl azért leginkább párkapcsolat. Tessék? A vikunya nem rossz egyébként. Az ütött. Igen, érdekes a dolog, de hogy a legnagyobb elfolytások azért itt vannak. Hát erre is jó ez az oldal, hogy fel lehet tölteni. Oké, Juli, köszi. Játszunk hármasugrást már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló! Hello, Judit! Sziasztok, fiúk, jó reggel! Jó reggelt! Sziasztok. Judit, tudod, hogy milyen extra nyereményünk van a hármasugrásban? Igen, persze. Igen, honnan hívtál minket? Nyírlugosról, suliból? Igen, a suliból. A suliból. Iskola és óvoda egyben, vagy csak iskola? Iskola külön, óvoda megint külön. Iskola és óvi külön, aha. Na, ugye plusz nyereményünk van, és elképesztő mennyiségű zabért játszol, ami picit így furán hangzik, de baromi egészséges, nagyon jó, nem löki föl a vércukrot, mi sokat beszéltünk már erről, és ugye jó válaszonként, nem alapból van 100, hogy tegnap játszottuk, kicsit változott a dolog, hanem jó válaszonként van 100 kiló. Tehát összesen 300-at lehet nyerni. Nagyon, nagyon jó, és nagyon jó minőségű, hát gyakorlatilag tökéletes minőségű Németország első számú zabájáról, illetve zabálni valójáról van. Ott van a körülötted a gyerekek esetleg? Hát gyerekek nem, felnőttek, pedagógusok vannak velem. Az jó. Most pont mondani akartam, hogy azért annyira nem ez könnyű. Jó. Kik vannak ott? Nevezd meg őket, hogy tudjuk. Igazgató úr, igazgató helyettes asszony és mindenfajta tanárnéni, tanárbáti. Nagyon jó. Tehát ott az egész tanári kar. Itt az egész tanári kar. Jól van, na figyeljetek, 100 kiló zabért a gyerekeknek, így szól az első kérdés. Milyen élelmiszerféle a mángold? Zöldség. Ennyi, persze, ennyi szerkezőcsök. Akkor egy már megvan? Egy már megvan, 100 kilózabb megvan, így van. 100 kilózabb megvan, szajok. Nagyon jó, most figyeljen a testnevelő tanár. Testnevelő tanár, gyere ide gyorsan. Hogy hívják őt? Hogy hívják őt? Az egyik jóképű Tibor és jóképű László. Jóképű László. A másikra pedig azt is gondolják. Igen. Melyik sportág mestere Vladimir Putin? Judo. 8 darab. Megvan a második? Megvan 200 kilózabb. Jó. Meg lehet ám állni, ha azt mondjátok, hogy elég. Megállunk, vagy menjünk tovább a harmadik kérdésre. Milyen jellegű kérdés? Jó kérdés. Menjetek. Menjünk tovább akkor. Itt szól a harmadik kérdés, 300 kiló zabért. Milyen jelentős magyar történelmi személyiség szülőhelye a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Monok? Jézusom. Na, milyen tanárok vannak? Egy pillanat. Hát csak van egy... Még egyszer a kérdést. Monokon, ki született Monokon? Ki született a Monokon? Kossuth Lajos. Nagyon jó. A tanári kar. Ki tudta? A portás. Köszönjük szépen! Ezt el is úgy a regimentet. Nagyon örülünk mindannyian. Köszönjük szépen! Nagyon helyesek vagytok, 300 kilózabb. 300 kilózabb? Ez felfogható. Ez nagy egészség. Lehet hegyezni? Lehet. Távol vagy az ablaktárkányról kell felcsipegetni. Humor van, minden van, jó van. Az a kedves testnevelő tanáraink. Na, humor, Herold. Jó humorú. Az a... Megáll egy nagy billentyűs autó és leborítja ezt nektek oda. Nagyon szuper. A pályára. Jó, ügyesek vagytok. Köszönjük szépen.
Adjatok a gyerekeknek is. Oké. Oké, hello, hello. Ciao. Hello, hello, hello. 9 óra múlt pontos 3 perccel jövünk Ákos híre után. Nagyon gyorsan vegyen elő olyan 100 forintot. Nagyon, nagyon gyorsan tegyen a percében. Itt csörög, csörög a kassa. Jogos, teljesen jogos. Csengessé bele. Ha jogos, akkor adjad a 100-as. Csengessé kicsi srác. Bali, tudsz kölcsönni 400-as. Én bedobom a helyetted, de majd te is dobom a helyettem. Tök egyértelmű. Csak ki van a pénztárcám. De ha kimegyek, az 200. Dob be nyugodtan a 200-at. Nekem is volt egy osztálytársam, aki azt mondta, hogy izé tudsz kölcsönni egy 1000-es, mert veszek egy hamburgert, 2 tevet 800-ért érted. Csak nem akarja felváltani az 1000-esét. Azért az... 200-at dob. Ja nem, 100-at. Plusz egy 100-as. A következőt is kifizetett. Nem kell, nem fogok késni. Na most egy ügyintézés kapcsán késtem, csak már közben elkezdett kattogni az agyam, hogy, hogy basszus, el fog késni. Most ígértem meg mindig. Nekem meg volt egy olyan is iskolatársam, aki meghívott mindig, aztán, amikor fizetni kellett kölcsönkért. Az menő szerintem. Hall, fiú, mi? Én fizetek. Fiú, tudnál kölcsönni 2 rúgót? Ez remek. Na nézzük, mit írnak a hallgatóim. Mármint ugye elfojtott vágyakat meneküljetek, gyerekek özöllenek az SMS-ek, elképesztő őrület van, tehát valami olyan szinten segített ez mindenkin, hogy kiírhatja magából az ő meg nem élt, elfojtott vágyát, vagy csak egyszerűen egy olyan kívánságát, amit mindez ideig nem sikerült teljesíteni, hogy dőlnek az SMS-ek. Még mindig utazással, párkapcsolattal kapcsolatos SMS-ek, de leginkább egyébként tehát az esetek 80%-a az arról szól, hogy férfi, nő, mindegy, hogy kiír valamilyen párkapcsolati téma. Ott vannak a legnagyobb elfojtások. Négyes kocka van az M3-as bevezetőn a Hősök tere felé, 44-es út 98-as kilométerénél kint állnak a rend éber őrei. Szi Jani küldte nekünk, a 10-es útról van valami információtok, 1 óra alatt 500 méter minden nap, köszi. Ígértük, hogy a héten foglalkozunk a témával, úgyhogy rácsörgünk a közútkezelőre, és megkérdezzük őket, hogy mi a helyzet. És hogy állnak. Mikor mondták ott az átadást? Júni. Júni-júli, valami ilyesmi nyára, arra emlékszem. Meglátjuk, holnap rájuk csörgünk. 37-es úton a Házzári tónál fehér Skoda Trafi, ezt Vegyko küldte nekünk. Jaj, olyan nagy dolog ez a Káni. Mi van? Azt hittem, azt mondom, hogy a gyerekek. Igen. Neked. Tudod, hogy figyelek, hogy nem mondjam azt, hogy a gyerekek. Nem mondom. Csak azt mondom, hogy jaj, olyan nagy dolog. De hogy egy fiatal magyar rendező nevétől hangos most Kán, és hát azért erről egy mondatot beszéljünk, talán nem mindenki ismeri a történetet, talán nem mindenki tudja, de egy rengeteg internetes portálon megmutatták azt az 5 percet, ami szerintem lélekemelő, és amit mindenkinek meg kell nézni. Mert hogy azért az elmúlt években ezt az országot sok helyen, sokféle fórumon, sok mindenért bántották, jogosan, jogtalanul, hát most ebben ne menjünk bele, de amikor egy komplett vetítő terem, ahol fürtökben lógnak az emberek, véget ér maga a filmnek a bemutatója, és mindenki egyöntetően tapsol, és ott áll a magyar rendező, ott áll az a New Yorkban élő magyar színész, akik ugye a filmet készítették, a producer. Hát az valami fantasztikus. Óriási siker van most Cannes-ban, ugye? És hát azért ez egy nagyon nagy dolog. Ráadásul első filmesként azonnal a verseny kategóriába tenni valakit, az egy nagyon-nagyon nagy dolog. A Saul fia, ugye erről van szó. A Cannes-i Filmfesztiválon hát még akár díjat is kaphat. Néhány szakértő már azt mondja, hogy szinte teljesen egyértelmű, hogy akár azt is elviheti, igen, de hogy díjat kap az egészen biztos. És hát ez a Cannes-i díszbemutató, ahol őket 6 percen keresztül tapsolják utána, az egész egyszerűen fantasztikus. Hol, az volt fantasztikus. Eddig, hol volt eddig ez a fiú? Nem tudjátok, hogy mit csinált? Dolgozott ő nagyon sok helyen, tehát a Spielbergtől kezdve egyébként egy csomó filmben dolgozott, egy rendező asszisztensként is, meg talán azt hiszem, egy rövid filmje volt, de nagy film, ez az első. Ez az első, igen. Mondjuk 5 éven keresztül készítették ezt a filmet. Azért van előzmény a dolognak, hogy 2014-ben a Fehér Isten, bocsánat, Fehér Isten nagy díjas lett Cannes-ban. Mundrucó Kornélnak a filmje. Igen, de azt hiszem nem az aranypálmát vitte. Nem, kategória fő díjat kapott. Kategória, így van. És nem is első filmesről van szó, azért az nagyon ritka, hogy a verseny kategóriába azért beválasztanak a versenyművek közé. Nagyon ritka. Ezek nagyon jó dolgok, tényleg az ország szempontjából is.
Nemes Jeles László filmjét, ugye? És hát ez szenzációs. Tehát azért, ahogy nyilatkoznak, hogy megszólal angolul, hogy meg tud szólalni franciául, hogy szóval az egész annyira jót tesz nekünk, és annyira kulturált, hogy az valami hihetetlen. Valami, hogy június közepén kezdik majd játszani a magyar mozi. Ilyenkor nagyon nehéz film, nagyon nyomasztó. Tehát ha mondjuk ezen túl van, nyer akár, akkor az a jövő évi, vagy az előttünk álló díjátadásokra még számíthat. Tehát lehet ebből mondjuk Oscar díjas film, egy ilyen Cannes-i győzelem után? Mindenképpen, persze. Hát ezt utána viszik tovább, már ugye amerikai forgalmazók is veszekedtek rajta, hogy ki forgalmazza, hogy forgalmaz, azért ezek mind nagyon nagy dolgok, persze. De ezt utána jelölhetik. Tök jó. Abszolút. De igen, csak hát mondjuk egy nagyon nehéz témáról szól. Ugye az egész történet, ez nem egy könnyű film. Nem egy könnyű film, ugye ez egy koncentrációs táborban játszódik. Tudomásom szerint a filmnek a főse egy Sonderkommandónak tagja. Így van. Ők voltak azok, akik ugye a gázkamrákba, a krematóriumokba beterelték az áldozatokat, ugye levetköztették őket, aztán ugye elgázosították ezeket a szerencsétlen embereket, utána pedig a Sonderkommandónak a tagjai voltak. Igen. Azok, akik később betolták őket ugye a krematóriumba, és aztán a hamvakat szétszórták. Igen, hát maga a téma is nyilván nagyon nyomasztó, de hogy ő ezt megközelített, és amilyen filmes nyelvvel dolgozta föl, az egészen egyéni. Egyébként ugye végig a főszereplőt látott tulajdonképpen, hasonlóan tényleg egy kézikamerás felvételhez követed a főszereplőt, és másfél, talán két órán keresztül ott vagy a főszereplő nyomában, miközben hangok, zajok, nyögések, sírások által érzed át, hogy milyen szörnyűségek zajlottak egy ilyen koncentrációs táboron, és elképesztő hosszú, bonyolult snitteket vettek föl egyébként. Hát az előzetesekben látszik, nagyon-nagyon nehéz film. De hát azért ez egy nagy magyar siker, és ez egy nagyon-nagyon klassz dolog. Úgyhogy aki tudja, majd nézze meg. Mindenképpen érdemes. Biztos, hogy megnézem. Amikor június közepén jön, azt hittem, egy kicsit előbb fog ideérni a film. Na, viszont van egy másik magyar vonatkozású írunk is, viszerint Bogi már kint van az Eurovízión, gyerekek. Ma van a sokat emlegetett Eurovízión, így van. Ma van. Laci, te vagy az Eurovízió felelős. Az Eurovízió szakértő. Ma és csütörtökön, ugye, és az van, hogy ma és csütörtöki mezőnyünkből, ha tovább jutsz, akkor vagy ott akkor a nagy, lesz a nagy fináléban szombaton. De jó. Én ma olyat olvastam. Mennyire hiteles vagy. Nagyon meg. Jó, Isten, nem azért kell, hogy szeretjük, vagy nem, hanem, hogy ott van egy magyar, drukkolunk neki, nem? Hát most azért mi is mindenkit mindig cinkelünk, azért ez mindig egy jó dolog, hogy valahol egy mezőnyben ott van egy magyar, most nem jövök elő, hogy kit kéne elküldeni, de hogy azért ez mindig egy kicsit jó szívvel enged, hogy ma van valaki, akinek tudunk kicsit közösen drukkolni, mert szeretjük a Danát, jónak tartjuk, nem tartjuk jónak, én se hallgatok Bogit. Nem hallgatok. De hát ha ott van, akkor már drukkoljunk neki, nem? Hát mégiscsak magyar. Mit kezdtél? Hogy Eva, megkóstolták az angolok a dalát. Ma olvastam a bulvár sajtóba. Milyen hogy, hát minden, úgy, minden úgy hogy ez egy rossz, nem tetszik, nem lesz semmire elég, utolsó helyen fog ma végezni. Aha. Ilyeneket írnak az angol sajtó. Szerintem félnek tőle nyilván, nem? Hát meg nekik egy kicsit szerintem így tisztjük is, meg feladatuk is, hogy ugye mindenki mást osztanak, miközben a sajátjukat nyilván magasztalják, vagy pedig az angol száz országokból jövőket. Hát volt már, aki nagyobb eséllyel indult. Azért az biztos. Ez igaz. Nem? De egyébként ne felejtsük el, például annak idején Wolf Katinak a dalát is rettenetesen osztották. A sajtó. Az emberek meg imádták. A sajtó osztotta Wolf Kati dalát? Igen. Nem az volt, hogy egyöntetően mindenki nem, arra várt, hogy gyerekek első hely, és táncolt az aréna, és mindenki öröngött, és azt mondták, hogy a fogadóirodák mindenki Wolf Kati? Kaptunk egy kicsit hideget, meleget, ott egyébként a politikai közhangulat is éppen olyan volt Magyarországgal szemben, vagy Magyarországról, hogy az valószínűleg az is egy picit belejátszott, de ott nem voltak jókat. Ott elkezdődött az elején, nagyon megszerette a dalt mindenki, igen, ahogy először bemutatták, akkor jót írt a sajtó, és utána sokan azt mondták, hogy valószínűleg kicsit túltolta a sajtó, és megijedt attól, hogy maga a sajtó is afelé tereli a népeket, hogy ez a dal nyerjen. És akkor elkezdtek visszavenni, és aztán majd a csúnyánokat itt elkezdték támadni. Én így emlékszem. És aztán nagyon szépen szerepelt. Mert meg annak a dalnak volt szerintem a legkomolyabb utóélete az összes magyar. Ki van ott Bogival? Kit látunk ma este integetni a Páholyban? Ki lehet ott? Ki lesz ott? Filip, Csiszár Jenő? Ki lesz ott Bogival? Ne ezt mondjátok meg nekem. Ugye DJ Dominik már nem. Ő már nem. Szerintem Filipnek most más dolga van. Jenő. Jenőre szavazom. Jenőre tippelsz? Jenő ott lesz? Igen. Ugye mindig van, amikor látod a boxot, hogy integetnek. Igen. A kedden is van integetés? Zenekar, menedzser, akármicsoda és a Nem, a kedden csak integetési próba van. Kedden integetési próba. Innen nem tovább jutni, az nem jó. Nem? Tehát azért innen illik tovább jutni.
Hányan vannak itt a mezőnyben keddel, Laci? 20? És abból megy tovább 10. 15. Hát az még rosszabb, annál nem tovább. Szerintem tovább fog menni. Nem, drukkolunk, drukkolunk. Jenő hülye. Jenő biztos tovább. Bogi itt van velünk. Hello, Bogi, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello. Hello. Szia, Bogi. Na, mi újság? Hogy vagy? Minden oké, tök szuper volt tegnap ez a zsűris felvétel, mert ugye tegnap is volt egy teljes főpróba jellegű műsor, úgy, ahogy ma is lesz, csak tegnap csak a zsűri szűzsűri szavazhatott, minden országnak a tévécsatornájának van egy 4-5 főből álló zsűrije, úgyhogy ugyanúgy lenyomtuk a műsort, mint ahogy ma is lefogjuk. Uh-huh. És tegnap tovább jutottál a zsűri alapján? Hát szerintem mindenképp. Uh-huh. Nagyon messzire nem kellett utaznatok, ugye ez egy kicsit szerencsétlen, hogy az ember egyszer kijut egy ilyen fesztiválra, és jó lenne van messzi országba elutazni, mégis tényleg egy idegen fővárosba, de hát azért ugye Bécs nincs annyira messze. Hát engem nem annyira zavar, szintén megmondom, mert emiatt nem megy el energiám arra, hogy így felfedezem, megszokom, tehát nagyon komfortos ez a Bécs, meg nagyon otthonosan érzem magam, és sokkal jobb a közérzetem is. Autóval vagy vonattal? Mi busszal vagy stoppal? Busszal jöttünk. Busszal? Jó van. Álfelszemlet kértetek az MTV-án. Nem kértek. Nem? Koncsita ott van? Ott van, aha. Tényleg? Ő vezeti, ő a házi asszonya az egész. Igen. Színes a világ, legyünk toleránsak, gyerekek. Nem szóltuk egy szót sem. Előzítő a megjegyzéseket. Szerintem Bogi nem akart. Jó arc egyébként, a Sztori Gálán is volt, és halál jó arc egyébként. Itt vagy, Bogi? Itt vagyok, de jó nem arc? Tudom, mert nem voltam a Sztori Gálán. Nem, de azt kérdeztem, hogy jó arc a Koncsita. Nem nagyon találkoztam még vele személyesen. Egyszer így bejut a boxunkba, így tök magától, és amikor így jöttem vissza a próbáról, akkor azt hittem, hogy egy baba ülott. Annyira rezzenéstelen arccal ült ott. Döbbenetesen vékony egyébként. De hihetetlenül, olyan dereka, nem tudom hány bordáját vetette ki, vagy ahol. Tehát hihetetlen, hát mi álltunk mellette, Jani azt mondta nekem, hogy a sztorián fogd meg a segéd, hogy hülye vagy, nem markolok rá a színpadon a fenekére Koncsitának, mert hogy álltunk egymás mellett, mert ő énekelt a sztori. Nem, én nem csak Zsuzsára mondtam. Ja. Csak Arturról összekeverted őket. Ja, jó, mert én meg a Koncsitára értettem. Na, no, egyszer élünk gyerekek, akkor ha hajna. Na és izgulsz, Bogi, vagy hogy vagy? Nem izgulok, van bennem egy derűs nyugalom. Derűs nyugalom? Az egyébként jó, de az ember nem izgul? Hát azért kedden ennyi ember elég kiállni, élőben közvetíti. Hát tudod, már így 6-szor elérekeltük a dalszon a színpadon, 6-szor lejártuk a műsort, minden egyes elemével együtt. Ez is van, az is komfortos, nagyon jól szólnak a fülesek, meg nagyon jó eddig a nemzetközi vízhangja, de tényleg. De tökre följött a dal a listákon, mindenki beszél a dalról, hogy egy ilyen titkos, esélyes. Ezek ilyenkor milyen listák, fogadó irodák? Vagy milyen listák ezek? Vagy különböző újságok, hát különböző orgánumok listái? Aha, ilyen blogok, ilyen top 10, top 5, nem tudom én. Neked azt azért így érzi az ember, hogy már itt vagyunk egy hete, és tényleg egy ilyen kis ékszerdoboz a mi dalunk, tehát nagyon kilóg a mezőnyből, és nagyon jó értelemben lóg ki. A látványra rágyúrtatok, ugye lehet venni különböző ilyen, mit én, pirotechnikai eszközöket, meg ilyesmit, ez mindig egy adott ország. Miért? Hát költség, azon múlik. Olajos hordó. Azt is például külön költségvetés van erre, hogyha te akarsz valamit a showban magadnak, akkor ezt pluszba ki kell fizetni. Ezt kicsengeteni. Tényleg így van. Vettünk-e valamit? Hát mit vettünk? Mit vett a Magyar Tévé? Igen. Két elfújhatat. Vett neked egy tábortüzet? Nem, hát most egy produkcióban se láttam ilyen pirotechnikai akármit. Most mindenki a LED padlóval és a LED fallal játszik, és azzal meg ugye bármit meg lehet oldani. Úgyhogy a mi vetítésünk is szintén nagyon kompakt lett, meg a miénk az szinte az egyetlen, amiben van dramaturgia, felépül, eljutunk A-ból B-be, nagyon jól szolgálja a dal. Tehát a többi gyenge. Uh-huh. Hát a többi nagyon sok olyan van, ami tudod, ilyen kis fénycsíkok, össze-vissza, mint valami diszkóba. Tehát a miénk legalább ki van találva, meg igényes. Tehát látszik, hogy lett vele foglalkozva. Ki ül a boxodba? Ki lesz? Ki integet nekünk ma este? Te vagy ott, gondolom a menedzsered, nem? Ki van még ott a igen, hát ugye alapból sem vagyunk a színpadon, szóval az összes énekes. Lesznek ott az MTV-től is. Jenő? Ki? Nem, a Jenő nem lesz ott. Jenő nem lesz ott? Nem? Én nem tudok róla, hát ő nincs is itt. Biztos nem volt kedve. Ma megy ki. Pia, a legfontosabb egyébként, hogy milyen a svéd asztal a VIP szobában, engem csak ez érdekel. Jó? Hát... Szó-szó? Figyelj, szó-szó. Ne, ez nem hangzik nem rossz. Jól. Van például ilyen kis fürtös paradicsom, van alma, van ilyen manners,
Hát ez neki nagyon magukért, alma és fürtös paradicsom. Hát én értem, hogy nem lehet megenni egy fél bölényt, amikor az ember felmegy a színpadra énekelni, de alma és fürtös paradicsom, erősen balhéznék, nem? És a langyos ásványvíz, hát azért ez nem tűnik. Angolul énekelsz majd, vagy magyarul? Én sose tudom, hogy mit. Angolul. Aha. Tehát, hogy itthon kell csak magyarul, és utána már te kimetsz, és ott angolul? Vagy hogy van ez? Ezek szerintem nem nézted a dalt. De né, az összeset megnéztem. Hogy ilyen, ne hozz ilyen helyzetbe, hogy nem. Hát, tehát angolul énekeltem, hát ne viccelj. Ja, angolul, tehát már nincs ez, hogy itthon magyarul kell énekelni. Le vagyok csúszva egy pár évet akkor. Jó. Kint veszélyesebb angolul énekelni, mert ott érti. Hát ez a jó. Igen. Figyelj, Bogi, mi nagyon drukkolunk neked, komolyan mondom. Köszi szépen, drukkoljatok. Drukkolunk, hát ne viccelj. Hazánkat képviseled. Kell az energiánk, úgyhogy legyél nagyon ügyes, jó? Jó. És, okay. És juss el tovább szombatra a nagy döntőben. Mikor vagy színpadon, azt tudod? Hányadikén? Mert én mindig megnézem. Én vagyok a tizedik. Ma. Az megnyugtató. Jó, mert még mindig a Hundi mondja, hogy és akkor a 23-nak jön a magyar, és a 8-adik. Így alszom, de hogy az nagy, akkor hamar vagy színpadon, én belenézek. Hát viszonylag hamar, és azért úgy nézzétek, hogy tényleg nagyon pörgős, tehát 3 perc egy dal. Tehát én egy ilyen fél óra múlva már én, rögtön az én produkcióm lesz, amint elkezdődik az adás. Megmondják, hogy milyen hosszú lehet maximum? Tehát, hogy ne jöjjenek ott az oroszok, mert ugye te is mondod, hogy 3 percet nem jöhet föl valaki, és énekelhet 6 percet, nem? Tehát gondolom limitálja. Nem, ilyen nincs. Erre nagyon szigorú szabályozás van. Aha. Már a dalban is csak 3 perces dalokkal lehet ezt jelentkezni. Hát ez jó, mert ha van bűrosz, azt még kéne tovább néznünk, nem? Hát legyen 3 perc, nem? Mégis ez is egy nézőpont, igen. Hát nem tényleg, hát most az szörnyű, hogy 8 percig az oroszok ott kornikálnak. Hey, hagyják érdekel. Otthon egy nyomorult balalajka szólójukat. Egyébként az oroszok még elég jók. Na, ők milyen produkcióval lépnek? Nekik van egy ilyen komplexebb vetítésük, meg ugye az énekesük is egy ilyen, egy ügyes énekes, jól is énekel. Egy szép, csodaszép, szőkehajú lány. Az orosz? Ő esélyes az egyébként? Orosz, esélyes? Hát, szerintem tovább fog jutni persze. Na, meglátjuk. Te tippelsz, hogy hányadiként jut tovább, vagy van ilyen menedzser, hogy az ember beszélget, vagy csak az, hogy jussunk tovább? Én tudom, hogy itt sorrendben mondják el továbbítókat, szerintem nem hiszem. Szerintem csak mondják, hogy kik a továbbítók, és akkor örülünk. Na. De én tényleg azt érzem, hogy szerintem ezt azért tovább fogunk majd jutni. Hát. Ha megcsináljuk ugyanazt, amit tegnap, akkor nem hiszem, hogy gond lesz. Hát ha te nem hiszel magadba, akkor nem higgyem senki. A fogadóirodák szerint hogy állunk? Hát nem tudom, én azt nem szoktam nézni, nem? De most szerintem érdemes fogadni rám, X. Mert most nagyon nagy a szorzó. Komolyan? Na, én szeretek, hát megtesztelek valahol. Rátkeresek, egy kisebb szabad szemmel látható összeget. A következő sztori gálá. 2,14, 3,26, 8,16, hát akkor teszek rá. Hát tegyél, mert most még hátúra sorolnak, aztán majd meglátjuk. Lehet, hogy sokat fogsz velem keresni. Na, Bogikám, önbizalom az van, nekem ez tetszik egyébként. Tehát, hogy így, jó, hát így kell kiállni a színpadra. Hát az ember úgy megy oda, hogy nem jut tovább, akkor a fene megette az egészet. Drukkolunk, jó? Jó. Ügyes legyen. Jó van, köszönöm szépen. Sziasztok. Puszi, szépen. Szia. Hello. Koncsitát pusziljuk. Átadom. Jó. Na, azért az a sztorigánál láttam, hogy hogy néztél el. Azért én engedtem volna, hogy ne csak Virgin Mojitot így áll akkor. Pádig összeházasodtatok volna. Könyörögtél volna, hogy mutasd már a Koncsitának, vigyél már oda. Tehát, hogy láttam azért a szemedet. De. Úgy néztem rá, mint amikor először láttam Trabant Velorexet, nem értettem. Persze. Fél 10 múlt pontosan 5 perc, egy pici reklám után megmutatjuk akkor ezt a Bogi dalt. Hát ha valaki még nem hallotta, hogy Bogi mivel indul, úgyhogy ezt is megmutatjuk, és jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Na, hát ez az a Bogi dal, meglátjuk, ez egy lassú dal. Aha. Újabb százacska? Aha. Nagyon jó. Na, visszatérve tényleg a dalra lassú, ilyen tényleg szépen építkezés, ahogy Bogi elmondta. Hát szépen építkezik, és aztán úgy is marad. Így van, jönnek be a vokálok, mindenki ott van, együtt énekelünk majd. Már mi van, hogy együtt énekelünk, majd mit énekelünk? Hát a dalban jönnek be a vokálok, mind az öten benn vannak, és várod, hogy megtörténjen a... Igen, és mire akarsz kiukadni? Hogy nem történik semmi. Meg. Uh-huh. Tehát, hogy te kevésbé kedveled. Igen, nekem hiányzik még valami végére, de majd a tévénézők eldöntik. Aztán lóvét. Csengessél megint egy szóval. Már megint? Hát ellekést. Szerinted csak gyakorlunk? Ja, csak mondom. Na mindegy, nem is mondom. Nem. Hagyjuk is ezeket az öncélú kifogásokat. Na, menj a frac. Ott van egy ilyen. Úgyhogy hol vagy, hogy te ott éppen milyen projektet futtasz. Igazából. Miért kéne, hogy ez engem érdekeljen? Ha normálisan jutott volna alá ezt a testvérdogrét. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Felhívtuk Zaher Gábor, sajnos a beszélgetés félúton megszakadt.
mert hogy Gáborunknak lemerült a telefonja, aztán kiderült, hogy már ugye vizitre kell menni, és nem tudtuk visszahívni. Megjelent egy nagyon agresszív designer drog, amin az F betű van, méghozzá a Facebook F betűje, és arról beszélgettünk, hogy az ember mit tud csinálni, hogy készítse fel a gyerekét, illetve mit kell tudnunk erről az F betűs drogról. Ez az új szer sajnos Európában elsőként Magyarországon jelent meg. Egyébként, és sokkal hosszabb és súlyosabb tüneteket produkál, mint az eddigi designer drogok. Beszéltünk Gáborral, hogy mondja el nekünk mégis, mit kell tudni. Rengeteg szülő hallgat bennünket, hát ha mindenki még jobban fel tudja készíteni a saját gyerekét, hogy vigyázzon. Sajnos mondom, a beszélgetést nem tudtuk befejezni. Aztán, hát aki hallgatnak bennünket, azok tudhatják, hogy mi azért tényleg olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Együtt élünk itt minden reggel 4-5-6 órát, mert a műsor után mi még azért maradunk 1-2 órát. És ma kicsit így mindenki kifakadt. És megpróbáltuk újra pénzbedobással rávenni a másikat, hogy mit ne csináljon, mert azért itt is vannak olyan idegesítő dolgok, amitől a másik már falra megy. Ezek néha így kibuknak, hát mivel mi egy élő rádió műsor vagyunk, és sokszor élő adásban bukik ki, hogy kinek miből van elege, és miért van elege a másikból éppen. És elég komolyan hízik a mi kis pénzügyi alapunk itt karácsonyra, most kezdek már zárkozni Balázshoz, már 200-zal jövök. Bizonyám, csengesső szépen, igen. Na, ezekről beszélgettünk ma reggel. Vagy erről volt szó, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Az biztos, hogy egyszer vége lesz ennek a műsornak, hogy évekig nem fogjuk felhívni egymást. Most kicsit hívsz föl bennünket. Kicsit, hál' Isten, hát itt ülök veletek 5 órát, tehát hogy még délután is azért nagyon vidáman ott beszélgessünk. Minek? Holnap úgy is elmondod, hogy tengermi tiszteletem, nagy uraim. Ezt nem én szoktam mondani, és soha életemben nem hagyd el a számot. Mi ma reggel a dumán? Mit tolsz? Mit tol? Mi van ma? Mi van veled, semmi? Nem, most van ezért, mi most van egy, ma? Most egy csúnya szavas van a végén. De akkor nem én mondom a csúnya, kérdezzétek meg az Ákost. Kétszer elsütöttem, az Ákos erre teljesen rápörgött, azóta bejövök, azt mondom, hogy jó reggelt, és ő teszi hozzá. De mit mond? Hát jó reggelt, mi? Szeretettel köszöntelek. Szeretettel boldog örömmel üdvözöllek. Boldog örömmel. Azaz, látod, boldog örömmel köszöntelek. Boldog örömmel köszöntelek benneteket. Nyilván, hogy pont tovább. Figyeljetek, egy dolgot hadd tegyek hozzá. Kétszer mondtam, és te. Várjál, a boldog most örömmel köszöntelek után egy B. De te teszed hozzá. Egy B meg is. Nem én. De nem én teszem hozzá, de tőle tanultam. De nem én teszem hozzá. De miért nem azt mondta, hogy tengermi tiszteletem, nagy uraim. Mert az a te dumát, tudod? Adás után ígyunk meg egy jóféle seritalt. Mert egyrészt nem iszom seritalt. Egy jóféle serikét, szőröm vezérem. Soha nem mondtam se a szőröm vezéremet, se a seritalt. Van egy nagyon jó blog, ami arról, hogy modoros blog. Ismered? Írok rá, persze. Zseniális, olvassátok. 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb modoros dumái. Amikor elmegy a Kovács család, a horvát család, az egyébként panelban születésnapot tartani. És csak a modoros dumák vannak fönn, zseniális, én imádom. Imádom. Csabi, mi újság van veled? Hello. Jó reggelt kívánok nektek, ezt lehet? Mi ne lehet, nem? Hello, lehet. Mi újság. Szevasztok. Tegnap annyira beindítottuk a 2015-ös klassz nyarat, hogy teljesen rágerjedtek az emberek, úgyhogy folytatódik a világsztárok nyara itt a Klassz FM-en. És de most tényleg innentől kezdve heteken keresztül mindig lesz valami játék, és az év legjobban várt eseményeire, meg a legnagyobb budikra lehet belépőket nyerni. Most például egy nagyon különleges VIP, páros VIP belépőt a Well Hello buliára, ami azt jelenti, hogy hát elnöki körülmények között lehet megnézni a Magyarország mai legnépszerűbb csapatát. Hők elnöki, vagy milyen? Te sem ismered ezek szerint a Well Hello-t. Micsoda? Hogy ne ismerik? Hát ráadásul téma volt nálunk múlt hét pénteken. Beszéltünk is. Hát ez már elnök hívja. Az egyik dalukról, meg arról a slangről, amit ők használnak a dalokban. Bizonyám. Na, hogy ezt itt, hogy csak ugye elment mellettük. Innen jött az én ötletem, hogy akkor adok jegyeket, érted? Ne, jó szépen. Vagy. Az nagyon jó, hogy nagy koncertekre lehet jegyet nyerni. Hát az klassz tényleg. Uh-huh. Hívjuk a nap hallgatóján. Júniusban megyünk Metallicára? Ausztriába? Én nem. Messze van. Tudok. Ezt már beszéltük. Külföld mi? Menjünk. Halló, tessék! Hello! Ajj, de kár! Halló, Balázs, Feri, Csabi, Jani, halló, jó reggelt! Morning show, szia! Ó, sziasztok! Írtál! Baker, erre nem számítottam! Írtál SMS, bizonyám! Igen, tényleg! Ó, bene! Na mindegy! Igen, végeztünk egy nagyon érdekes kutatást, ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg, hogy ők milyen vágyaikat nem élték még ki, vagy mit folytanak el magukban, mi van az ő fejükben, mint egyfajta ilyen bakancslistás dolog, amit még szeretnének megélni, ha lehetőségük lenne rá. Te is írtál nekünk, te azt írtad, az én legfőbb vágyam, hogy én hordjam a gatyám a kapcsolatomban. Tényleg? Asszony kicsit kemény?
Hát nem kicsit. Nem kicsit. Elég szigorú. Aha. Én pici mellettem, úgyhogy nem is nagyon merek róla beszélni. Na most éppen beintett, úgyhogy... Akkor... Elég necces, igen. Necces. Mióta vagytok együtt? 3 éve most már. Fejben hányszor tetted a lábalon? Eddig őszintén, ne kamúz. Hát nem tudom. Nem tudom. Nem bírod megszámolni, mi? Nem. Úgy... És mosol, főzöl... minden. Mosol, főzöl, takarítasz minden, ami otthon kell? Azt azért nem, azt néha megcsinálja. De... Néha. Igen, vannak gondok. Úgyhogy... Hát most éppen vizet hordok neki. Helyes. Nem egy egyszerű a dolog. Mindenki olyat kap, amilyet választ, tudod. Hát igen, ebben is van valami. Kitartás, köszi neked. Te vagy a naphallgatója, de nincs ajándékcsomag, mert hogy nem mondtad, hogy morning show. Sajnos. Jó. Sajnos, igen. Jó, köszönöm. Hello. De van az ajándék átadóban neked valami kis meglepetés, az hallgass meg. Köszi, ciao. Köszönöm. Hello. Csabikám, remek zenék? Kettőt fogok ajánlani, egyet neked kifejezetten a mai napon, hiszen tudod, hogy milyen jeles nap van ma. A Rockset The Look klasszikusát neked ajánlom, hiszen ma este élőben is hallgathatod, bizony, ha mész. A Look, az jó. A Look. Én ezzel ismertem meg őket. A Lookkal? A Lookkal, igen. Ez volt az első. A másik pedig egy nagyon-nagyon friss Wiz Khalifának és Charlie Puffnak a közös dala. Hogy én? Szerintem ezeket a nevüket is találod ki reggel. Most befejeztem. Nem, ezt te találod ki reggel. Ez már nincs. Wiz Khalifa és Luffy, Puffy Mufa. Puff, see you again, Muffy. Várjál, a halálos iramban 7 az megvan nektek. Én egyet, a 7-es sorozatban egyet se láttam, megmondom őszintén. Na, ennek az egyik betét dala az a See You Again, amit ők ketten énekelnek. Jó? És ki jö? Robert Puty? Puty. Szígy Puty. Charlie Puffy. Charlie Puffy. A puttos karcsi. Csabikán meghallgatjuk. Jó, 555-55-00, ez a telefonszám. Ha valaki szeretne Csabitól dalt kérni, tegye meg. Ma van a Rockset? Bizony. Hát most mondd meg. Jegyet még mindig nincs. Adjak kettőt. Van. Ott leszel te is? Nem. Nem? Nem. Serezel valahol egy évféle seritartékon a tengermély tisztelet. Sert tengermély tisztelettel. Szüreiddel, vezéreiddel, nagy uraiddal ér. Velük, mind ott lesz. 10 óra pontosan Csabi jön a kívánság műsorra, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Hello, ciao.